Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és most egészen jól szólunk, haló, hello, 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 itt vagytok, haló, 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 kettő, egy, kettő, három, négy. Most már mindenki itt, ugye? Hello, sziasztok, jó reggelt, igen, rohagyom meg, akkor nem tud maga után mosogatni. Várjál. Én még voltam. Összeállunk. Hát, ha te voltál felé, akkor te is rohagy. Megvan egyébként, Janit, hogy lehet csőbe húzni, orször, vagy... Nem hogy... tudom, valami jön ki az orrom. Szörnyű dolgokat találtam kint az orromban. Kint 3-4 ilyen elmosatlan bögrét. Azt és akkor ő meglátja, megkattan és elviszi mosogatni. Én 3-4-et nem tudok ígérni, napi egyet igen. Tehát, figyelj, hogy azt viszont fixem. Tényleg nem akarom belemutatni a kedves hallgatókat, de basszus, hogy nem tudok magamnak csinálni egy kávét. Pont én, aki egyébként minden egyes alkalommal mindent elmosok magam után, mert most vagy valaki benhagyja a nyomorult mosogatógépbe az összes cuccod, de mindent az égvilágon, vagy pedig csak mosatlan edények vannak bent a szerkesztőségbe. Mindegy, bedobtam azt a 100 forintot, jó? Rendes vagy, köszi. De most nem kellett, nem késtél, itt voltál. Vagy nem voltál? Nem, a szignál után jöttem. Hát, be. Szignál után jöttél? Nem, hát figyeljetek. Dobtál 100-acskát? Így van, bedobtam, így fair. Jó, ezt akkor dobjál. Nem dobja még egyet. Akkor dobja még egyet. Jó van, figyeljet, akkor ne csinálj. Ha dobni akarsz, akkor dobjál. Gyerekek, olyan szélsebes taxisofőrre jöttem, hogy az valami elképesztő. Nem volt korlátozás betartás, semmi? Nem volt korlátozás betartás, de nem betartotta, csak tempósa haladtunk. De kellett, mert nem volt reklám a zene után, úgyhogy éppen, hogy takra értem ide. És akkor beültél a házad előtt, akkor még mondtad, hogy ráérünk, aztán hallottad, hogy nincs reklám, akkor nyomja meg, mester! Nem, már az elején éreztem, hogy tempós lesz, de nem baj, jó is, mert éreztem, hogy kicsit késve indultunk, mert még átnéztem az öntöző dolgokat ott, mert újra kell locsolni. Igen. Itt a szárasság. Telekbejárás volt. Úgyhogy telekbejárás volt, mert nem jók az öntözőfejek, meg nem jó a nyomás, meg van egy-két hiba, de szélsebesek. De meg vannak már a felelősök? Meg. Felelősöket előállítottuk. Jó van. Okay. Épülnek az akasztófák. Úgyhogy megvan. Mindenképpen érted, majd oda, hogyha kötözd a lőket majd a izéhez, a smaragdtujjákhoz. Megvan minden. Látod, Benikém? Így jár az, aki selejt minőségű öntöző rendszert telepít apa kertjébe. Csak meghúzok egy kart, és kimegy aluluk, a padló ilyen. De most már egy hét is lesz autóm, úgyhogy nincsen semmi baj, mindenki nyugodjon meg. Ez még mit kerestünk a múltkor a Verdájához? A részecskeszűrő. A részecske gyorsító? Ez most az? Most fényezőben van. Most fényezik. Igen, mert nem, az már kész, az már készen van. Ja. Nem, közben cserélték a részecskeszűrőt, több helyen megkarcolták. Nem, most az készen van, most belittem fényezni. Aha. Nem matt volt, vagy még kiszívtanak? Nem, volt rajta fólia, én nem szedtem a fóliát, fóliásan vettem, és most leszedtem róla a fóliát, és elől-hátul kicsit megsérült a sárvédő, és most azt lefényeztetem. De te kapartad otthon? Nem. Vagy van erre szaki? Hát erre van persze. Van leszedő? Azt hittem nekiállt a kis késsel ott, megmondtad. Nem, hát az egész autón volt fólia, azért az egy picit melegebb. Mennyivel másabb? Miért nem csomagolták ki, amikor megvették? Nem tudom. Ez egy érdekes dolog, rajta maradt a csomagolás. Ennyire mások vagyunk, látod? Én nekem egyáltalán nem probléma a fólia. Akár távirányítom, akár kanapén. Én nem rajta maradtam. Nem tudom, most ez úgy hoztam ezt az autót, és ez most Németországból jött, de nem is ez a lényeg, hanem hogy matt fólia volt rajta. És nem szép ez a matt fólia. Én nézegettem autókom, nagyon menő, de nem igazán adja ki az autó olyan, formáját. Mint, hogyha nem szép. Ugyan ilyen kopott lenne, vagy ilyen régi. Koszos, kopott, kit, igen. Nagyon sok autóra tesznek most tényleg matt fóliát, de most úgy döntöttem, hogy leszedetem. Úgyhogy elvittem egy profi fóliaeszékhez, ők leszedték. Kiderült, és most kell nem profi, mert lejött a festék is. Igen, nem, az bele jár. De csak a műanyag lökhárítón, magán az alum elemeken semmit, egy gyönyörűen leszedték az egészet, csak én erre allergiás vagyok. Én akkor azt szoktam csinálni, és lesz autóm újra. Hogy megkérdez egy pár embert, olyanokat, akiknek ad a véleményére, meg olyanokat, akiknek nem ad a véleményére, hogy
hogy rajta hagyja-e a fóliát. Megkérdezett engem, akinek nem ad a véleményére ilyen témában, és mit mondtam, mondtál? Hogy hagyd rajta. Megkérdezett másokra is, azok azt mondták, hogy vegye le róla. Persze, én úgy voltam vele, hogy no, azt most tökéletes ez a fólia, hogy rajta van, mert így egy picit így megóvja az autónak az állapotát az új tulajdonosnak, akinek majd fél év múlva el fogja adni. Aha. És felújítva teljesen részecske, szűrőcsele, egyébcsele. Ez egy tök kedves, egy ilyen gesztusértékű dolog. Nem, hogy nem fog karcolódni az autó addig, amíg nála van. Gyerekek, tőlem kell autót venni. Ez biztos. Én rendbehozom, megcsináltatom. Én nem adom úgy át, hogy bármi baja van az autónak. Úgyhogy most már nem sokára van autó. Csak újra, de már nálam volt. Jó, hát oké, értjük mi, csak nálad volt. Most elvizeltük, most egy kicsit fényezni. Mit tart egy fényezésen egy hétig? Miért fényeznek egy autót egy hétig? Ha valószínűleg nincs helyük, tehát hogy ki kell várni a sort. Igen? Akkor minek viszed oda, ugye? Akkor miért nem mondja, hogy jövő hét szerdán hozd? Ugye, hát ez az, hogy egy hétig tart a fényezés. Bár, hogyha szépen akarják megcsinálni, akkor az ilyen sok rétegű. Igen. Szerintem húz egyet, meg szárad, políroz, még egyet. Meg előtte is políroz, hát meg húz. Hát én húz egy sort. Mi festékkel? Húz sort. Egy sor festéket. Dehogy is, hát ez már ilyen szórópisztolyát csinálják. Hát azt úgy mondják, ja, azzal húzod. Azt hitted, hogy Feri Elizével él, hogy a Teddy Angerre? Nem vagyok hülye, nem hittem. Azt csak húz egy sor festéket a festés. Balázs, kérdezem, hogy ő azt hitte, hogy én viszont azt. Nyilván Józsi, tegye már még egy réteget. Hátul a nyári konyába kell lennie még ezeknek, hogy hívják, a juharfa leveles mintás hengereknek. Van még abból annyi? Szépen azt leszórópisztolyozzák, szórófejezik, és akkor glettelgetik. Mit tudom, mi csak műanyag, tehát nem kell sok mindent vele csinálni, nem az elemeket kell fényezni. Én azt imádom egyébként. Nem sokára kész lesz. Amikor autós műsorokat nézegetek a tévében, viszonylag ritkán fordul elő, ez az egyetlen olyan művelet, amit tátott szájjal és tényleg így rácsodálkozva nézek, amikor bemennek egy ilyen kis helyiségbe, amikor ugye ledolgozzák a régi festéket, ahol kell, ahol kis horpadásokat, karcolásokat kihúzzák valamilyen glettanyaggal. Utána ebbe a fényező műhelybe szeresen. Rávisznek egy olyan réteget, ami jól tapad meg, aztán a festék kimaszkolgatják ott, ahol kell, és utána pedig átmenek rajta. Szerintem csodálatos része ez. Ez neked való, mert az olyan macerás, ez a kis szalaggal. Lehet, hogy ez az oka, de fú, nagyon szeretem nézni. Figyelj, én intézek neked egy helyet, ott szívesen. Kedvesek voltak, normálisak. Ott vannak felém. Odamész, nézed, leülsz egy székre. Beszállsz egy kicsit a maszkolásba. Elég volt. Levetkőzel, átöltöző, hazamész. Tényleg. El is átfújtom magam valamilyen színre. Vagy befújhatod magad egy narancssárga régen, vagy egy rózsaszín. Rózsaszínre. Na, itt szóltok a tegnapi sporteredményekhez. Hosszú Katinka, 300. másodperccel megjavított egy 6 éves csúcsot 200 méter vegyesen. És hát ez egy fantasztikus eredmény mindenképpen, főleg annak tükrében, hogy ez még úgynevezett ilyen cápadresszes rekord volt. Azt ma már nem lehet használni, most ugye? Már nem lehet használni, és hát ugye azért azt mondják, hogy mit tudom én, talán fene tudja, hogy tizedeket ér, de hogy századokat biztos, hogy javított az úszók teljesítménye. Szép eredmény, szép eredmény. Hallottam a Cselaci harmadik lett. Így van, egy olyan számban, egy olyan az 50 pillangón. Ami nem az ő száma, kifejezetten. Csak azért elmenni. Ott járt a medence szélén, beesett, úszott egyet. Aztán úszott egy tizedik világbajnoksága. Atya Isten. Amiről úgy jön haza, hogy hoz magával egy érmet. De vége is, hogy ő még úszik, nem? Nem, úszik hát még, a vegyesek még a, ott vannak. Persze, még a főszámai hátra vannak. És most ki a nagy ellenfele, hogy van, vagy most ő már odaérhet elsőnek? Mert ugye saját maga. És mindig ilyen második, harmadik, mert mindig volt egy valaki, aki mindig jobb nála szegényként. De most már az a bajta, az a Phelps, vagy az már nem úszik? Szerint a Phelps már nem úszik, de ő, hogy így fogalmazzak, azért Cselaci leszakadt már egy kicsit a Phelpsről. Igen, volt neki egy olyan időszak, amikor tényleg ment ez a vajon ki fog győzni. Hát mindenki azért sejtette, hogy a Phelps fogja elvinni ugye az aranyat, de akkor nagyon közelébe volt, aztán szépen lassan a Laci így leszakadt róla. De hát attól függetlenül nagyon magabiztosan és nagyon-nagyon-nagyon precízen hozza az eredményeket évről évre. És akár Róza Norbi, mit úszott? Jó volt? Most nem tudom, hogy a hétvégén voltak-e valahol a Balatonfüreden megmártoztak. Egész láttam, olyan helyes volt, valamelyik nap összefutottunk, mert én úgy futottunk össze, hogy arccal összefutottunk, tehát lélekben találkoztunk, mert hogy nem látott engem, én viszont láttam őt, előttem szállt ki, szállt, ment be egy cukrászdába. Viszont még a gyereknek biztonsági övét csatoltam, és mire kiszálltam volna, addigra ő betette a tortát a hátsó ülésre, és elhalt. És te meg azt futottál hittem, hogy utána, hogy egér. Megörültem neki, és így bögdöstem a Wikit, hogy figyelj, hát azért ez nagy dolog. Ja. Szóval, hogy azért egy ilyen hányszoros olimpiai világbajnok 14 évesen már Szöulba, ugye a két ajtó szekrényeket végigverte.
Nikit ez úgy nem hatotta meg, tehát ő úgy nagyon sportban nem. Nem tudunk róla semmit. Nem, ugye, ő tudatosan visszavonult, azt mondta, hogy ő nem nyilatkozgat, hát tehát kevesen. Magam is meglepődtem, hogy milyen lázba jöttem, mert nem szoktam ilyen lázba jönni, főleg nem sportolók miatt. Tehát magyar sportolóknál kevés van, akitől én lázba tudok jönni, és úgy nagyon megörültem neki, és ott téptem a biztonsági övet, szaladtam, WC-papír volt a lábamon, elestem, beleakadtam, gurultam, mentem, de betette a tortát. A francia krémes még legördült a szádnak a sarkához. Igen, rám se nézett, nem is dobott egy mosolyt se. Gyere, elkezdte üvölt, gyere, kicsilány, gyere. Beült a kocsim és elment. Viki megint nézett, hogy úristen, megbolondultam. És úgy megörültem neki egyébként tényleg. De aztán szomorúan konstatáltam, hogy már nem úszik. Utána olvastam, és azt olvastam, hogy már nem úszik. Hallod, hát milyen világ ez, ahol az egerszegi nem úszik? Hát most miért hagytam? De most komolyan mondom, hát ez milyen világ ez. Úgyhogy ott volt egy érdi cukrászdában. Ott pakolt éppen be valamit. Biztos mentek ünnepelni, nem? Ugye? Hát hol mentek volna? Hát, vagy egyszerűen csak megéheztek tortára. Szeretik, az kész. És utána bementél a cukiba, és megkérdezted, hogy mit vitt az egérke? Én is kérek belőle. Nem, ez már nem volt. Igen. De tényleg nagy dolog. Nem is tudtam, hogy ilyen lázba tudok érni egy sportolótól. Nekem így ilyen a Kovács Anti ilyen, vele találkoztunk, ugye volt egy paksi kitelepülésünk, akkor személyesen is találkozhattam vele, hát hogy egy fantasztikus sportember, és ráadásul mind a mai napig, tehát hogy ő keményen tolja továbbra is, és vele kapcsolatban volt a hétvégén egy ilyen, hát sokaknak lehetett ugyanez az élmény, akik nézték a Királyi TV-t, mert hogy talán a reggeli műsorra behívták, és ugye a évfordulója volt a barcelonai aranynak, és ugye ő az első és mindez ideig egyetlen olimpiai bajnok a magyar cselgánsportnak, és képzeljétek el, hogy ő, nagyon érdekes a sztori, ha ma nem majd dobok be a végén, azt hogy, hogy ő még az érem átadást, meg amikor ott a himnuszt hallgatta a dobogó legfelső fokán, ezt ő nem látta még soha. Ezt a felvételt, fotókat látott róla, meg ott is volt, értitek, ugye? De magát a felvételt nem látta, mert ugye a magyar televízió nem közvetítette. És ezek a kedves szerkesztők, vagy nem tudom, ki találta ki ott a Királyin, megszerezték ezt a felvételt. Bejátszották, és az Anti elsírta magát. Te is. De helyes. Hát ja, de komoly. Mert ugye még nem látta ezt. Nem látta még soha. Milyen fura, hogy azután, azért az a Barcelona azért az 92. Igen. 92 Barcelona. Azt mondta, hogy mindenki ígérgette, hogy majd megszerzi, meg hogy meg lesz, meg hogy persze, meg Antikán bíz, csak ide majd izé. Senki nem szerezte meg, és ők most megszerezték. Neki. Nagyon megható volt. Nagyon szép pillanatok voltak. Egyébként mi kerestük Katinkát visszatérve rá a menedzserét, beszélt a Juli, csak még a úszik, addig nem nyilatkozik, úgyhogy akartuk már ma adásba tenni, hogy kicsit beszélgessünk vele, de hát nyilván készül, meg sajtótájékoztató, meg pihenés, meg edzés, meg nem tudom, úgyhogy nem tudunk még vele beszélni. Csak egy röpkék kis pár percig akartuk így, hogy is mondjam, adásba tenni, hogy gratuláljunk neki, de még egyelőre úszik. Na, mutatjuk az ismétlést, jó, hogy mivel is foglalkoztunk tegnap reggel. Valaki megfejtetetlen módon a norvég golfpályákban, a lyukakba belegittel, és erről beszéltünk ugye tegnap, hogy hát mennyire örülünk, hogy azért ez a norvégoknál is megtörténik. Bizony. A technikai részével tisztában voltunk, csak hogy a miértjében nem. Igen, próbáltuk kitalálni, hogy ki lehet a konkurencia, vagy egy ki nem fizetett pályakarbantartó, esetleg így csinálnak reklámot a golfpályának, vagy csak tényleg egy aberált emberről van szó, aki 10 éve megkeseríti az ott dolgozók életét, mert hogy ugye hát megtiszteli a lyukakat, minden reggel próbálták őt elkapni már mindenhogy, de egyelőre nincs meg az illető, és hát megfejtettük, hogy vajon valaki miért csinálhat ilyet, ezeket a pillanatokat most megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 7:30 van, pontosan ezek voltak a tegnapi nap pillanatai, ugye a norvég golfpályával kapcsolatos pillanatokat mutattuk meg újra, a rejtély azóta sem oldódott meg. Na, érdekes, hogy mik történnek ott. Nézzük gyorsan az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy hosszú Katinka 200 méter vegyesen javított, én a 10 centiméter szilván.
Ez micsoda? Hát vegyes. Vegyes, igen. Az M5-ösnél 40 kilométernél van egy baleset román tréler keresztben, és emiatt dugó lesz, mindenki vigyázzon. Annyira felhúzott ez a börtönmobil, hogy olyat teszek mérgembe, hogy kaphassak én is. Darus Ati küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, hát ezzel is foglalkoztunk tegnap. Csak ezért nem éri meg állítólag bemenni, hogy legyen egy új mobilod. Hetente kétszer öt percre. Tehát, hogy csak ezért ne csináljál olyat. Ezért nem biztos, nincs hogy... Nincs benne annyi. Nem biztos, hogy megéri. Menekültek vannak az M0-áson a Csepeli pihenő után, az M7-es felé, ez Basa 138, küldte nekünk, köszönjük szépen. Én már dolgozom, gyerekekkel, Szala elküldte. Nagyon jó. Uh-huh. Akkor jó munkát. Jó munkát neked, Szala, 6 óra 10-kor küldted, akkor már mi is munkába váltunk. Na, az M5-ös Dabas után Pest felé áll, nem tudjátok mi a baj? Hát az, amit mondtam, hogy a 40-es kilométernél baleset van, és a tréler keresztben, tehát valószínű, hogy ott még az is meg lehet, hogy teljes útzár lesz. Jól van, na megnézzük akkor, kik akik játszanának velünk, vagy kik azok, akik játszanának velünk, jelentkezzenek nyugodtan SMS-ben. Jó? Kik akit. Visszatér van Norvég téma. Igen. Szóval, hogy lehet jelentkezni játékra, hogy állunk játékra? 1-0. Jó. 1-0? 1-0 ide. Hasítunk, gyerekek. Bézzel. Múlt hét 4-1 lett, most egyelőre még egy pont nálunk van. Jól van. Na, hát akkor tegyétek meg, hogy írtok nekünk SMS-t, jó? Ha valaki játszana, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy jó kis rockset után. Jaj, de hát jó. Már a hangszeres zenének úgy örülünk, gyerekek, hogy gitár van benne, dob van benne. Igazi zene. Jó kis szám a Joyride. Jó kis szám, ez a Joyride, ez mindig jó. Figyelj, ez az ember meghallja, ez mindig jó kis dal. Na, és mit csinálok mostanában? Tessék? Nem. Tehát, hogy ilyen mert azért ez nem rockzene. Hol? Tehát mikor? Ez nem rockzene, legfeljebb rockos, mert hogy van benne egyébként. Hát igen. Tehát, hogy... rocker nem rockzene, persze. De nagyon van. Igényes kis hangszeres popzene, és nagyon-nagyon kevés ilyet hallani mostanában. Igen. M5-ösen nincs útzár, viszont kb. Egy kilométeres a torlódás, ezt Jana küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán épp se tartok az M3-ason, jöttem, hogy 40 kilométert, mire rájöttem, hogy nincs matricám. Gyorsan vettem SMS-ben, lesz belőle bünti. Lesz. Gyakori kérdéseken nem találom. Nem lesz. Hogyha már van kamera, hogy? Nem. És rögzítette, hogy úgy használtad, egy métert sem mehetsz ma már annélkül. De ez nem így van. Nem így van? Nem. Hidd nekem. Oké, menősrác. Hidd el, hogy nem így van. Nem, tényleg nem így van. Úgy van, hogy elvileg azt mondja, hogy a felhajtás előtt vedd meg. De a rendszer az úgy nézi, hogy ha te mondjuk felhajtasz, mondjuk 14 óra 6-kor, elfelejted, és te 16 óra 2-kor még aznap te megveszed, akkor én mindig így veszem. Igen? Én most egy hete is így vettem. Én este megérkeztem valóban, és jöttem rá, és SMS-ben vettem, és nappal mentem, és este vettem meg. Aha. Én is úgy tudtam, hogy a Feri mondjuk, de hogyha ez így van, akkor ez jó. Nem tudom, én SMS-ben veszem, én engem így még eddig nem büntettek meg. Tehát én sokszor veszem meg felhajtás után, de aznap. Tehát az a lényeg, hogy aznap legyen. De írjátok már meg tényleg, hogy ez kinek hogy van. Tehát ugye én, mikor lejövök az autópályára, sokszor akkor jövök rá, és akkor SMS gyorsan megveszed. Aha. Sosem jött büntetés. A hivatalos verzió az, hogy mielőtt felmész, vedd meg, igen. Így van. Igen, így van. Ha nem kameráztak le, akkor megúsztad, akkor oké. Okay, mert nincsen. Ha már felhajtottál, akkor igénybe vetted a szolgáltatást, amiért nem fizettél. Ebből évekig úgy volt, ahogy te mondtad, hogy még aznap, ha vásároltál érvényes matricát, akár SMS-ben, akár benzinkúton, akkor oké. Okay, csak mázim volt? Én most még fürdőre mentem, én este jöttem rá, hogy úristen, de hülye vagyok, mert csak megyeim van, ugye Pest megyei. És akkor gyorsan SMS-ben még 10 óra valamikor megvettem, és ez volt 3 hete, és semmi nem jött. Aha. Jó, úgy legyen, de én úgy tudom, hogy a hivatalos szabályzás az már a mielőtt felmész. És akkor itt valószínűleg az lehet egyébként, hogy nem kapott le a kamera, így aztán megúszod. Aha. De lehet, hogy neked van igazad. Csörög rá anyura azért. Van biztonság. Hogy hát a régi címedre ment. Ja, anyám, nem tudtam, hogy ki a jó, ki vagy, vagy a jó. Persze, nem, már nem oda vagyok bejelentve, tehát már oda nem jön semmi. Oda nem jön semmi. Egy vadidegen címre jelentkezetve ott vannak az ilyen levelek. Gyerekek, úgyis megírják hallgatóink, ők ebben a legjobbak. Ja. Írjátok meg, hogy van-e, segítsetek egy picit, jó? Mert ilyen olyan tapasztalat is van. A lényeg, hogy vegyétek meg előtte. Hát meglátjuk. Mondom, nekem ez egy 3 hetes tapasztalat, de meglátjuk, hogy ki mit ír. Na, nézzük meg a játékosunkat, hogy ki a mai bátor játékos,
Valaki játszik, 1-0 vezetünk, és már is itt a keddi játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Hello, Ádám! Hello, sziasztok! Hello, Ádám! Honnan hívtál minket, Ádám? Sopronból. Sopronból, Sopronból. És kivel játszanál? A Ferivel. Menő. Ferivel játszanál, jól van. Yeah. Hát akkor a többit azt majd adásban fogjuk megtudni egymásról. Jó? Jó, rendben. Indítjuk az órát, Jani. Tritó van feljött. Te élelmezési vezető vagy, jól tudom, ugye? Így van, élelmezési vezető. Mele, dietetikus. Dietetikus? Így van. Uh-huh. Te vigyázol az idősekre. Hát legalábbis a táplálkozásai szokásaikat próbálom a megfelelő irányba terelgetni. Étlapokat írok, nyersanyagokat rendelek. Menő. Bonyolult? Inkább csak időigényes, meg tanulható. Sokat ülsz akkor az íróasztalnál. Csak ott ülök szinte. Néha lemegyek a konyhára. Tudom, hogy neked is van éttermed, de milyen gyakran jársz be oda? Naponta megyek. Ellenőrizni kell. Tudod? Ha? Nálatok igen, is kell. Jaj! Ah, igen, ki is mondtad. Igen, igen, igen. Jaj. Ez volt veri! Pedig ügyes volt. Jó játszott. Ádám pedig nagyon ügyes voltál, már kezdtem így gondolkodni, hogy merre tereljem, hogy valamit kicsikarjak belőled. De megvolt. De megcsináltad magadtól. Megvoltunk, mm-hmm. Igen. Ádám bátyám. Nem könnyebb, amikor csak úgy hallgatja az ember. Ugye? Hát élesben mindig mondjuk, hogy azért az jóval. Mm. Az jóval nehezebb. Ádám, elbúcsúzunk, köszi játékot. Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Hello. 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 Na, hát jók vagyunk. Akkor jók. Viszont 2-0. Hasítunk. Azt nézem, hogy a nemzetiud.hu-n az szerepel, visszatérve az előző témánkhoz, hogy ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Aha. Tehát abban a pillanatban, amikor téged csekkolnak, és a rendszer szerint neked nincsen, akkor hello. Akkor viszont akkor szerencséd van. Volt neked, nem csekkoltak. Hát figyelj, jöttem 160-at autópályán, azért az ott nem valószínű, hogy nem csekkoltak. Tehát lehet, hogy ezt írják, de tudod, aznap még megveszed, akkor van egy ilyen, ki nem mondott kegyelmi. Nem tudom, hát azért ott jöttem. Uh-huh. Budapestől, uh-huh. Győri. Hát lehet, hogy annyira gyorsan mentél, érted? Hát jó, csak már... egy csíkot láttak, igen. Nagy a köztársaság elnök úr megkegyelmezett, nem? Elnöki kegyelem volt, igen. 3 perc van pontosan, 7 óra, jövünk mindjárt Ákos híreik után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 10 perccel, jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk már-már napsütésben. Megérkezett a meleg, hát ennek örüljük. Bizony. Ígérték, mondták. Úgyhogy megjött a meleg. Már tegnap délután kritikus volt. Igen, alakul. Küzdött a nap, de alakul. Még bizony, nagyon jó idővel, úgyhogy mindenki pattanjon bringára, annál is inkább, mert ez a hét a magyar kerékpározás hete. Igen, az jó. Hát te is bringázol a gyerekkel. De, én bringázom a gyerekkel. Na, látom. Én bringázom akkor a gyerekkel. Most ezen a héten csak Feré, azt korba szájba gyakorlatilag a kerékpározás. Na, ez hogy ez most ide? Hát ugye, úgy szeretjük, érted? Csak fölülünk orba is. Nekem ez nagyban álló két gyerek után meg ennyi. Maradjunk a bringázás. És még mindig orba szájba. Szóval, hogy ezen a héten egyébként rengeteg bringás rendezvény lesz szerte az országban, mert ugye a magyar kerékpározás hete van, figyeljetek oda a különböző rendezvényekre. Tök jó egyébként, mert úgy ölelik fel a gyakorlatilag a kerékpározás összes különböző szegmensét, hogy a profi kerékpárosoktól kezdve, akik mondjuk például mától kezdve, ma estétől kezdve, hogy a Tour de Hongrin tekernek, egészen mondjuk a kerékpáros postásokig mindenkit el akarnak vele érni. A bringás postásokat? Pény, igen. Az olyankor saját biciklivel mész postásként, vagy van szolgálati bringa? Van szolgálati. Uh-huh. Fú, nekem még ilyen kis kemping szolgálati bringám volt, elől-hátul csomagkordóval. Hát. Jó is volt az, nem? Szerettem? Az nagyon nagy élmény volt. Milyen állapotban volt. Tényleg, ahogy szoktam mondani,
télvíz idején. Télvíz idején, amikor ott jár tengelyigérő hóban, tudod, tekertem, teleraktam, nyugdíjaztam, tele voltam, hogy hívják, a nagyméretű borítékokkal, és eltört a kormány, és kim voltam vecsés határába, imádtam. Szenzációs volt. Igen. Na nézzük, mit ír a hallgatóink, leginkább abból a szempontból, hogy ugye mi van a matricával. Azt írják, hogy hát már zéró tolerancia van, vagyis valószínűleg mázlim volt, hogy nem büntettek meg, mert hogy amikor már felhajtasz, akkor onnantól kezdve kell, hogy legyen érvényes matricád. Ennek ellenére nem tudom, hogy valóban megjön a büntetés, de állítólag megjön, mert azt írják hallgatóink, hogy, hogy perc alapú matricavétel van, illetve autóhasználat, és ha csak 5 perc különbség van a kettő között, akkor azonnal büntetnek. Amit nem értek, hogy miért van így. Magyarázzatok meg nekem. Hát nem tudom, valószínűleg visszaélésre adott okot ez a... De hogy? Hát, hogy tudsz visszaélni, ha aznap veszed meg? Tehát, hogy, hogy miért nem lehet ennyi könnyítést hagyni az autósoknak? Tudod miért? Mert fölmentél. Igen. És akkor anyu figyelt az ülésben melletted, és ha látta a matrica olvasó autót, mert ez a, egy ilyen fehér autó, ilyen sárga, szem sárga. Hát az is van, mobil figyelő, így van. De hát van ugye a kamerarendszer magán az autópályán. Az csak állítólag, itt most valaki leírta, hogy ez csak az M7-esen működik, az M5-ösön még olyan nincsen, az M1-esen megint nincsen, tehát lehet, hogy azért úszod meg. És na, tehát fölmentünk az autópályára, anyu nézte, sasolta a bokrokat, ha látta a leolvasós autót, akkor utána megvetted SMS-ben. Ha nem látott leolvasós autót, akkor nem vetted meg. Aha. Szerintem ennyire ravasz a magyar, hogy anya ült a jobb egyen, és figyelte, hogy hol van leolvasós autó. Igen. Tehát azért azt nem tudja mindenki, hogy hol vannak nem mobil kamerák. Mert ugye azért ez egy nagy könnyebbség volt. Ja. Tehát, hogy ugye ez az ártatlanság véleme, hogy azért nem mindenki csal, aki elfelejtette azonnal megvenni, nem? Csak eszedbe jut, később veszed meg, nem akartál megállni, gondoltad, hogy mész 100 kilométer, mikor a gyereknek pisilni kell, mikor tankolnál egyet, akkor megveszed. Nem? De így van. Én nagyon sokszor csináltam így, hogy még nem álltam meg, hanem mentem, és mit a 50 km után úgyis volt egy nagy szervíz az autón, meg mit tudom én. Na ott hát minden. Meg mit a gyerek megállt pisilni, Viki, ivott, amit akkor, na jó, akkor már vegyük meg a matricát. De ez a mielőtt felmegyek, vegyem meg, persze értelemszerűen igénybe veszek egy szolgáltatást, de azért ez egy könnyebbség volt, hogy még aznap megvehetted. Elfelejtetted, ember vagy, hát nem vagy azonnal bűnöző. Na most 15 rugóra megvágni azért, mert most 5 perccel később vetted meg, azért az talán valami kis türelmi időt belerakhatnának, hát nem? Hát emberek ülnek a kormány mögött, hát azért kaphatnánk annyit, hogy oké, hibáztunk, gyerekek, ne vágjatok már meg 15 ezerre. Hát azért az brutál sok ahhoz képest, hogy mit tudom, 2500 forint a matrica. Igen, na? Ők a másik oldalon ülnek, ők viszont úgy gondolkoznak, hogy aki nem veszi meg, az direkt nem vette meg. Az meg direkt nem veszi meg. És akkor legyen az, hogy meg kell venni, utána lehet felhajtani. Aha. Mennyi idő alatt jön a bünti? Hát akkor még jöhet, ha elég 30 nap van, nem? Tehát még akár, akkor még lehet, meg is kapom. Elég gyorsak voltak, én tavaly előtt gyorsan megjövettem. Gyorsan megjövettem. Akkor most a koldig még megforgatod azt a pénzt, vagy miért? Ha, nem tök mindegy, hogy mikor jön. Nem, hogy megúsztam-e? Ja, nem. Nem. Igazán rendes vagy. Tök mikor jön, csak nem, hogy ugye megúsztam, mert 3 hete volt a bükkfürdő, egy hetet mentem, és még mentem ott az M86-oson, mert azt is átadták már részben, de hogy ott azóta se jött semmi igazából, de mondom, nekem aznap megvan. Tehát én megvettem, az az igazi szívás, hogy megveszed és megbüntetnek. Az mekkora cumi, nem? Igen, igen. Megvettem, havit vettem, mert mondom, még úgyis sokat megyünk ide-oda, megveszed a havit 4000-ért, vagy 4500-ért, plusz még 15-re megvágnak, illaz a 20-ból autóztál egy. Igen, de most már nyugodtan autóztatsz egy hónapig. Most ha igen. Nem, hát már letelt, azóta már 3 hete volt. Tehát még egy hetem van. Mi ezért veszünk mindig tényleg évest, mert a fene se tudja, hogy mikor tévedünk fel valami alatt, hogy autópálya szakaszra, még úgy is, hogy nem is akarunk arra menni, de esetleg... Hát igen. Ha sokat megy az ember, akkor bekövetkezik a dolog, így legalább nem kell ezzel foglalkozni. Igen. Váci úton Dunapláza után trafó kifelé Csasszi küldte nekünk, Solymár Flórián tér 16 perc a 10-esen. Köszi, morning show. Na! Ez jó hír. Reméljük, hogy ez ősszel is így marad, amikor indul az iskola. Trafi az M7-esen Budapest felé a Pákozdi pihenőnél, Bandi küldte nekünk. M5-ös 40-es kilométernél baleset, egy román tréler áll keresztben az úton, és emiatt igencsak nagy dugó van, úgyhogy ott is próbáljatok kerülni. A kamionoknál a szakasz egyel csalnak, írja nekünk Anna, de most ebben már nem megyünk bele, nem kezdjük el boncolgatni, hogy miért. Biztos megvolt ennek az oka. Az M1-esen nincs fix ellenőrző rendszer, ez azt jelenti, hogy ha nem áll kint ellenőrző autó, akkor nem büntetnek meg. Ugyanez az M5-M3. Az M7-esen vannak csak kint azok a belógó vékony karok kis kamerával.
Tehát akkor rafkózott. Ott ellenőriz. Rafkózott a magyar. És az ráadásul jó hír, az már alkalmas arra, hogy sebességet is mérjen. Csak jogszabály még nincs rá, azért nem mérnek vele. Tehát az ellenőrző kamerák is tudnak trafizni, csak állítólag nem szabad még. De szerintem megoldják. Átírják a szabályzatot, aztán hajrá. Na, ha már szabályzatok, akkor Ákos elmondott egy hírt, ami megütötte a fülünket, és ugye rengeteg hallgatónk van, aki BKV-val közlekedik. Egy kicsit morgolódjunk, mert igaz, ez még csak egy elvileg egy tervezet, és egy a BKK oldalán közzétett üzletszabályzatról van szó, amit egyébként a kettős mérce idézett hétfő este, viszont megdöbbentő dolgokat tartalmaz. Próbáljuk az életszerűségét ennek megmagyarázni, hogy ki miért hozhatott ilyen szabályozást. Írja a cikk, hogy első pillantásra látható, hogy egy korrekturázott tervezetről van szó, mégis hát szóval megdöbbentő az, amit mi legalábbis itt a hírben hallottunk, vagy hírekben hallottunk. Nem olvassuk végig az egészet, csak az érintett részeket, viszont az mindenféleképpen izgalmas, nem? Kik szülik ezeket a tervezeteket, törvénytervezeteket? Akik hogy van ez, hogy soha nem utaztak BKV-val. Valószínűleg soha nem utazott BKV-val, vagy keveset, vagy nincs babakocsija, vagy nincs nem gyereke, vagy nem tudja, hogy mekkora nyomorúságos érzés babakocsival utazni BKV-n, nem? Tehát biztos vagyok benne. Felfoghatatlan az egész. Én azt értem, hogy hogy lehet ez egyáltalán hozzájutni. Tehát, hogyha tervezetről van szó, amin szemmel látható, hogy egy tervezet, mert hogy mindenféle szempontból még kiegészítések, vagy javítások, hogy egyáltalán hogy férhet hozzá mondjuk egy blog. Tehát minek teszik közzé? Azért, nem beszélik ezt meg? Hogy véleményezhesd. Tehát te az utazó véleményezhesd, így van. Tehát ők belejavítanak, ez lesz, ez lehet, ez változhat, de te még ezt augusztus 18-áig véleményezheted. Ez egy jó pont egyébként, ugye? Igen, tehát, hogy ez a igen. pont. Nem nagyon érted, hogy miért kell ezt véleményezni, mert alapban hülyeségnek igen, tűnik. Tehát, hogy olyan, mintha direkt provokálnak az embereket. Mm. Mint hogyha tényleg azt szeretnék, hogy minél indulatosabbak legyenek, meg egyáltalán a saját renoméjukat alássák. Szinte hétről hétre jönnek el mindenféle hülyeségek. Ez egy totálisan életszerűtlen baromság. Teljesen életszerűtlen. Azt írja egyébként a kettős mérce, hogy kihúzták például azt a részt, ami arról szólt, hogy a mozgólépcső javasolt a kisbabát kivenni a kocsiból, és kézben vinni helyette, pedig bekerült egy másik szöveg. És itt jön az érdekesség, mert a szöveg azt mondja, hogy a mozgólépcsők babakocsival csak abban az esetben vehetők igénybe, ha az utazás során a babakocsi szállítása az két felnőtt kísérő van jelen, és a kapaszkodásban nincsen akadályozva. Értelmezzük ezt a szöveget, mert bonyolultam a megfogalmazva. Két felnőtt kell hozzá. Tehát a kismamák kívül, igen, nem biztos, hogy lehet bárki más is, tehát nem feltétlenül kell annak a másik személynek, mondjuk a családtagból lenni. Lehet, hogy bárki más is, persze megkérsz valakit, de nagyon fontos, hogy az illető kapaszkodásban felnőtt kell, hogy legyen, tehát a 18. életét már be kellett, hogy töltse. De most akkor azért kell kettő, mert anya fogja a babakocsit, és apa pedig fogja anyát, megkapaszkodik? A kismam és a gyermek érdekében. Nem értem. Ezt én se értem. Érted? Nem. Tehát itt arról van szó, hogy én állok ott babakocsival egyedül. Így van. Nem áll meg nekem senki, akkor addig nem mehetek a babakocsival föl a mozgó lépcsőre, amíg nem jön nekem persze, valaki nem segíteni. Aha. Nem értem. Itt meg kell kérned. De ráadásul neked ki kell venned a gyereket, ugye? Igen, azért ebben az esetben kötelező a gyermeket a babakocsiból kivéve, lehetőleg a gyermek hordozására szolgáló eszközben vinni, a babakocsit pedig lehetőleg összecsukva kell szállítani a mozgó lépcsőn. Tehát neked van egy babakocsid, amiből kiveszed a gyereket, összecsukod a babakocsit, és átteszed egy hordozóba a gyereket. Igen. Mert azt mondja, hogy úgy kell vinned a gyereket, hogy egy arra alkalmas eszközben van a gyerek. Akkor minek a két kísérő? Na? De nem állt. Na várjál, olvassuk-e még egyszer. Még egyszer, menjünk rá. A mozgó lépcsők babakocsival csak abban az esetben vehetők igénybe, az utazás során a babakocsi szállításához két felnőtt kísérő van jelen, és a kapaszkodásban nincsen akadályozva. Ebben az esetben kötelező a gyermeket a babakocsiból kivéve, lehetőleg gyermek hordozására szolgáló eszközben vinni. Mózes kosár? Tehát akkor minek két felnőtt? Akkor de várjál, vagy mondjuk van rajtam egy ilyen, ez amit mi is használunk, ez amivel felkötöd a gyereket, babahordozó. De hát ha rajtam van egy babahordozó, de berakom a gyereket, összecsukom a babakocsit, és leviszem egy kézbe. Tehát minek két felnőtt, ha nekem ki kell közben mennem a gyereket? Nem viheted le egy kézbe, ez egyik kezedet kapaszkodott kell. Tehát amikor a két felnőtt segít, akkor is oda van írva, hogy amennyiben nincsen akadályoztatva a kapaszkodás. Tehát akkor az egyik felnőtt fogja a babakocsinak az egyik végét, másik kézzel kapaszkodik, másik felnőtt. Ez van leírva. De ez nem életszerű, és amíg nekem nem áll meg senki. Benne van a szöveg. És amíg nekem nem áll meg senki, én ott állok egy babakocsi. Kérem szépen, ne arra ugye elnézést. Hát teljesen életszerűtlen. Teljesen életszerűtlen. De ha kenguruba beleteszed a gyereket, ugye ez a hordozó, ami a testeden van,
és összecsukod a babakocsit, azt egy kézzel már tudod fogni a babakocsit. A kengurúban lévő gyereket nem kell fognod, pont ez a zseniális Igen. benne, akkor a másik kézzel tudsz kapaszkodni. Na, tessék. Ennyi. De ha te nem vagy kengurús, hanem azt mondja, hogy egy arra alkalmas eszköz, akkor neked úgy kell járnod a városban, hogy van egy mózes kosár nálad, vagy egy ilyen autós hordozó, plusz a babakocsi. Hát, ez... hát igen, picit fura, mert hogy ugye, de ez is megint életszerűtlen. Teljesen életszerűtlen. Viszel magaddal két különböző hordozóeszközt, viszed magaddal a kengurút, meg viszed magaddal a babakocsit. Nem úgy szoktak menni a kismamák, emlékeim szerint igen, úgy, hogy vagy az egyik, vagy a másik. Persze. Plusz, hogyha a babakocsiban van a gyerek, be van kötve, én annál biztonságosabb módszert nem nagyon tudok a közlekedésre, mint hogy a még én jártam. Nem bíznak a mozgó lépcsőjükben. Hát pontosan ez az. Mi olyan babakocsival jártunk, amiben két gyerek volt, mert ugye nagyon közel vannak egymáshoz évben. Egy ilyen dupla babakocsink volt, amikor a Soma már megszületett, a Panyesz még már tudott járni, de azért még el fáradt. Azzal te simán így rámentél a mozgó lépcsőre, egyik kereket letetted, lementél, ahogy leértél, toltad ki. Nem értem. Plusz még egy kérdés, mit csinál az az anyuka vagy apuka? Te ott vagy a két gyerekeddel. Igen. A kicsit már fölteszed magadra, a Beninek fogod a kezét, a másik kezedben ott a babakocsi. És stoppolok. Ember stopp. Humán stopp. Haló, elnézést. Haló valaki. Itt javaslom, hogy ebben az esetben még egy felnőtt a segítséget vegyék igénybe, tehát három felnőtt. Igen. Kötelező a gyermeket a babakocsival kivéve lehetőleg a gyermek hordozására szolgáló eszközben vinni. De a gyermek hordozására szolgáló eszköz jelen pillanatban pont a babakocsi. Tehát ezt sem értem, a gyermek babakocsival kivéve lehetőleg a gyermek hordozására szolgáló eszközben vinni. De hát ott volt benne, abból kellett kivennem, hogy áttegyem egy másik hordozható eszközben. Amit hol viszel magaddal? Amit nem tudsz magaddal vinni, hát a babakocsi mellett még te nem viszel egy mózest, bármi. Tehát azért van a babakocsi, egy esernyő babakocsi. Ez lehet egy másik babakocsi. Igen, tilos ájjelű babakocsiba áttenni. Na most azt írja egyébként, hogy a fent felsorolt személyek, például ugye, akik gyerekkel közlekednek, vagy mit tudom én, mozgáskorlátozottak, vagy babakocsisok, a mozgó lépcső igénybevételéhez minden esetben kötelezőek előzetes engedélyt kérni az állomás forgalmi személyzettől. Mire kéred az engedélyt? Attól, hogy te használhassd a mozgó lépcső igénybevételét. Na. Mozgáskorlátozott utasok, babakocsival, vakvezető, nagytestű kutyával közlekedő személyek az állomási peron és a felszín között a mozgólépcsővel, illetve szükség esetén az álló mozgólépcső igénybevételével is közlekedhetnek. Ha mozgólépcső igénybevételéhez engedélyt kértek az állomási forgalmi személyzet. Ezek igen. Hülyes. És punktum, az nincs ott a még. Tehát kiszállok én a metróból. Igen. Tételezzük fel. Na jó, de hogy jutott el a metróba? Nem. Tessék? Hogy jutott el a metróba? Jó, mondjuk kőben. Mondjuk ott le tudsz menni úgy is, hogy nincsen mozgó lépcső. Oké, lejutottam. Mert hogy érted? Igen, ugye ott nincs mozgó lépcső, lementem lépcsővel. Megállok egy olyan megállónál, mondjuk a Batthyány téren a 2-es metróval, én ott sokat szálltam, sokat metróztam, sokat. Ahol van mozgó lépcső? Majd felcsöngetek a forgalmistához, nyomok egy gombot, megkeresem a gombot. Hol csak nincs gomb, csak mondom. Halló! Jöjjön le, értem valaki, hogy szeretném igénybe venni a mozgó lépcsőt, hadd használja. Hát most földobsz valamivel, amit zajt mert egyébként... Nem, hát ott hogy a gyereket lent. Hát ja, tényleg, micsoda, a felnőttnél, aki majd segít abban, hogy a gyereket felnőttnél. Elnézést, uram, fogja meg, megyek, keresek egy forgalmistát. Fölmész a mozgó lépcsőt. Nem baj, olvastam a szabályzatot. Fölmegyek a mozgó lépcsőn, fönt szólok, vissza mozgó lépcsőzők. Visszakérted a gyereket, és fölmentek a forgalmistával. Ha még ott van a gyerek. Vagy szólsz a peronőrnek. A peronőrnek. Igen. Ha van, meg ha lenne. Meg a kocsifékezőnek. Igen, nem kiszállítom a sofőrt, ha van még benne sofőr, mert 2-es metróra megyek, fölvittetem a babakocsit, visszamegyek és mehet tovább. Ezt, gyerekek, ezt nem értem, hát ezt magyarázza meg nekünk valaki. Százig, hát ez az én rovatom lenne. Nem van minőm börögni. Van egyébként gomb, amin föl tudsz szólni, tehát hogyha baj történik lent az aluljáróba, vagy ahol a metró jár azon a részen, akkor föl tudsz szólni, van egy ilyen gomb. Igen, van egy gomb, de én kiszállok babakocsit, azon... életszerű, hogy én beszólok azon a gomb, hogy jöjjön már, segítsen már, egyébként 3 percen, nekem már fönt kell lennem, megvárom, míg lekocog. Igen. Pillanat. Magyar. Egy jó negyed óra. Valaki megérkezik, és fölvisz engem babakocsival. Nem hát ez a reakciókat. Juki. Amikor mondjuk egymás után háromszor ezt eljátszak, mert gyakorlatilag minden egyes pillanatban tartozkodik egy kismama egy gyermekkel a metróállomás területén, és akkor így fölleingázik az illető, és akkor te is inkább keresztrejtvényt fejtettél volna. Azt gondolnám, hogy most indítsuk el azt, hogy ma délelőtt 11-kor mindenki, aki így ráér a városban, és van babakocsija meg gyereke, de pont 11-kor minden egyes állomáson, amerre te jársz, mindenki csöngessen fel a forgalmistáért. De jó. Tényleg.
Egy ilyet, egy ilyet. Jó, és utána vonuljunk együtt a Kossuth tér, és mindenki emelje fel a babakocsiját. Így van, és dobják fel a parlament tetejére, de gyerekkel együtt. Nagyon jó. Hát most képzeld, ez egy másodperc alatt kiderülne, hogy ez bődületes baromság. Nem tudsz mit csinálni. Ott van Füles barátom, akinek van 2 éves gyereke, és egy ikerpár. Na jó. Anyu egyedül szokott menni. 3 gyerek, akkor az 3 felnőtt. Jó, hát. 3 forgalmista, és 6 jármű. És 6 jármű. Nem, az 4 felnőtt, mert úgy... Ugye, hát szorozzunk, hát a 3 gyerekkel mész, akkor én 3 forgalmistának szólok, és 3 felnőttet kérek. Így van. Mert egy gyerekhez 2 felnőtt, tehát 3 gyerekhez 6 felnőtt. Igen. Ja. Plusz a forgalmista. És minimálisan 3 babakocsi, nem, és 3 hordozka. Gyerekek, nem normális. Na most tudjuk, egyetlen egy dolog még, amit így elfelejtettünk, most jött eszembe, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk az anyuka vásárolt, és a babakocsi aljába ugye van. Nem tudod összecsukni a babakocsit, hát egy csomó mindent hordoz. Ha benne, beraktál az aljába dolgokat, akkor azzal mi van? Tehát a két gyerek, amit mondtam, oké, ott már a két kezet foglalt. Egy gyerek, egy baba, és hova teszem a szatyrot, ami a babakocsi aljába volt? Jó. Nézzük meg a másik oldalt is, hogy sokan nem tudnak értelmesen mozgólépcsőt használni egyébként babakocsival. Tehát az, hogy nem kötöd be a gyerekedet, elindulsz lefele, és látod, hogy a gyerek majdnem esik ki azért. Én láttam dermesztő dolgokat bevásárlóközpontokban. Van, nem? Abszolút, igen. De hát ez mindenhol van, ez kivéthetetlen. Most ezzel viszont azt ki kell a többséget... írni, hogy a saját felelősségedre használhatod, és akkor a dolog le van védve. Ennyi. Nem? Persze. És azt írja még egyébként, hát ez nyilván még csak tervezed, de azt írja, hogy a segítséget kérő személyek fenti módon történő utazásához minden esetben egy forgalmi vagy biztonsági szolgálat dolgozó személy jelenléte szükséges. Tehát, hogy te segítséget kértél a fent történő utazáshoz akár egy embertől, akkor még szintén kell szólnod egy forgalmistának? Nem á. De ez hogy? Ez fizikai képtelenség. De teljesen, de teljesen lehetetlen. Egyébként a liftes megoldás meg gyakorlatilag csak a 4-es metró területén van végig. Tehát nincs lift, tehát ezt el kell felejteni. Ott még nem találsz felnőttet, aki segítene, mert nem használja senki. Most nézzük meg a vakvezető kutyákat. Tehát kiszállok vakvezető kutyával, mondjuk vak vagyok, akkor elmegyek megkeresni egy forgalmistát lent vakvezető kutyával. A gombot keresed először. Igen, és szólok a kutyáknak, nyomja meg a gombot. Igen, vagy okos kutyák meglátnak egy piros gombot, megnyomják. Egyedül nem mehet fel a kutya, hogy szóljon. Tessék? Egyedül nem mehet fel. De ha egy csaholás, az masinistát kér, ha 2 csaholás, akkor forgalmas. Ha 3, akkor pisilnie. Ha 3, akkor már nagyon kell pisilnie. Igen, mert tök okos kutyák egyébként. De vele mi a probléma? Például, hogy ő miért nem közlekedhet? A mozgás korlátozottak babakocsival, vakvezetővel, nagytesti kutyákkal közlekedők, csak minden esetben kötelesek előzetes engedélyt kérni az állomás forgalmi személyzetétől, hogy használhassák a mozgó lépcsőt. Aha. Értem. Érted? Uh-huh. Tehát ha már bemész az állomás, akkor te megkérdezed, hogy te vak vagy, látássérű, te használhatom? És azt mondja, hogy nem, akkor mi van? Akkor hogy mész le sehogy? Ha nem, hát nem használhatja, csak akkor jön a forgalmista és segít neked lemenni. De nem erről volt szó, te azt most mondtad, hogy engedélyt kell kérjem. Az nem ugyanaz, hogy segítséget kérsz. Neked vakként meg kell engedélyeztetni, hogy te lemehess mozgó. De csak nem mondják azt, hogy nem. Hát, én már mindent el tudok képzelni. Tudja mit? Nem, Feri bácsi ma nem ér rá, nem tudja lekísérni, jöjjön hónap. És ugye? Hát, és mi a helyzet a vak kismamákkal? Az nagyon összetett kérdés. Ott vége van. Ahol kutya is és gyerek is van. Ott vége van. Ott a kutyát kell belecsomagolni a babakocsiba. Vagy a kutyát kell beleültetni a babakocsiba, a gyereket kell kivenni, 2 felnőttnek kell szólni, és 3 forgalmistának. A gyereket nem rakhatom bele egy átalvetőbe, és rá az Újfundlandinak a hátár? Ki most a BKK-nál, a Szűcs Fanni? Igen. Tényleg, ő igen, van? Igen. Hát, tudom a számát, hát csörgessük meg, hát a fölveszi. Saját, jó, hívjam. Nagyon szeretnénk. Csak kérdezzük meg, hogy ez még mennyire tervezett, mit szóltak hozzá. De akinek ez az agyába fölmerül, az ezt végig gondolta, amit most de, hát nem életszerű, nem éle, valóban nem életszerű. Hát de mindjárt megkérdezzük a BKK-t, tehát hát a azt fogja mondani, hogy ezt augusztus 18-áig kell véleményezni, és természetesen... A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét. Köszönjük szépen, Kezicsokon. Uh-huh. Milyen udvarias vagy. Nagyon. Na, Pali szerintem ilyenkor már be van kapcsolva. Ők nagyon cuki csaj. Kicső. Látod? Arany kezed van. Ő nyilatkozhat? Hát, tényleg? Majd elmondja. Névvel, e-mail címmel. Hello! Panni Balázs, Morning Show, szia! Hello, élőben vagy már, csak így áttörtünk, nem volt előre egyeztetve. Fönt vagy már? Vagy aludtál? Nem, igen. Fönt vagy már. Figyelj, zavarhatunk most? Mondjátok. Nem örülsz nekünk. Mi nagyon örülünk neked, én nagyon kedvellek téged, de te nem örülsz nekem? De vagy nem. Most ezt miért csinálod? Mindjárt meg is kell álljak, mert egyébként így vezetek, ja. Hogy egy másodperc türelmeteket kérem, itt leállok. Ó, édesem, hát te vezetsz, jaj, hát akkor állj le. Jó,
megvárjuk, jó? Nehogy megbüntessenek persze. Aztán tégen. Hát mi ellenne, hogy Szűcs Panni kommunikációs igazgatót megbüntették? Mert rátört váratlanul a Morning Show. Trollit? Metrót? Mit vezet? Hókotrót? Ja, most ha metróval félreáll, amíg telefonál, az ügyes. Már munkában ilyen korán, Panni? Igen. Na, hát ez milyen jó, hogy te már ilyen komoly munkaerő vagy, hogy már reggel 7:30-kor munkába tartasz. Szólj, ha megálltál. Megálltam, igen. Jól van. Hogy telik a reggeled? Hát... ez a terelős kérdés. Tessék, mondd. Igen. Nem csak kérdezem. De most, igen, most azért úgy nyugalmasabb, mert nincsenek a gyerekeim velem, éppen anyosunknál vannak, úgyhogy így. Aha, úgy könnyű metrózni. De cuki vagy. Na figyelj, nem tudom, olvastad el, hogy hétfő este már a kettős mérce idézett a BKK üzletszabályzatának módosítási tervezetéből, amit ugye ti kitettetek augusztus 18-áig, hogy ezt véleményezhessék az utazók, jól mondom? Hát az igazság, hogy elég nagy hiba történt, úgyhogy éppen azért is megyek be ilyen gyorsan, mert hogy valami teljesen furcsa módon annak járunk utána, egy ilyen munkaközi anyag került ki, ami nem is volt véleményezésen a vezetőknél, úgyhogy jó is, hogy megkérdezitek, mert természetesen ennek utána fogunk járni, úgyhogy területet ki korrektúrázva. Biztosan meg fogjuk találni, hogy mi történt. Figyelj, Pani, hát egyszerűsítsük le a dolgot, add meg a számát annak, aki írta, és akkor beszélünk vele. Hát ez miért írja neked? Hát az lenne a legjobb. Figyelj, remélj, átdobod nekem SMS, mert a számát még fölhívjuk. Hát ezt gondolom, te is olvastad azért ezeket. A babakocsi szállításához két felnőtt, meg hogy lehet engedélyt kérni, mint lehet engedni. Hát teljesen életszerűtlen állítások vannak ebben. Igen, egyébként én sem értem, hogy ez, én hallottam már 3-4 hónappal ezelőtt, hogy készül egy ilyen, és igen, már reggel 6 óra után is ezzel foglalkozom, hogy úristen, mi került ki, miért így került ki, hogyan lehetséges ez. Akik ezeket nálatok írják, ők egyébként szakértők, vagy ők utaznak BKV-val, vagy ők megbízott szakértők, akik kapnak egy megbízást, ők ezt megírják, és aztán a BKK-ban dolgozók ezt véleményezik, és átírják. Hogy születik egy ilyen tervezet? Hát természetesen az üzletszabályzatot magát is véleményeznie kell az embereknek is. Tehát ezért is kerülhetett ki, csak azt nem értem, hogy miért egy olyan anyag, amit egyébként tényleg nem láttunk, és nem dugtuk össze a fejünket, hogy itt kezdjünk egy olyan ponttal. A tény is való, hogy megnehezítik a más szabályok a babakocsival haladást a mozgó lépcsőn, mert szóval erre ki kell találni valami jó megoldást, de ez még nem született meg, úgyhogy ezért nem értem én se, hogy... Hát igen, elég lett volna csak téged megkérdezni, mert hogy érintett vagy az ügyben, te elmondtad volna a gyerekek, hát azért ez ennyi szóval sem működik. Én egyébként többször utaztam, minden esetre addig, ugye a 4-es metró már több helyen van, nem csak mozgó lépcső, hanem lift is, tehát ott, ahol lehetőség van arra, hogy az ember ugye kikerülje a mozgó lépcsőt, ott azt gondolom, hogy lehet egy ilyen szabályozás életszerű, ott, ahol nem, mondjuk egy beáttérjel. Igen, ott nehéz. Ott picit nehézkesebb. És hogy kerülhetett ki az anyag? Meg volt még Dávidnak a belépő kódja? Egy oda. Igen. Mondtam, hogy változtassatok jelszót a rohadt életet. Tehát akkor nyilván ezen ti még változtattok, nem? Tehát ilyen életszerűtlen dolgok, akkor nyilván ebben nem kerülnek bele, hogy én, ha mondjuk vak vagyok, akkor keresek egy, nem tudom, segítséget, szolgálati dolgozó személyt, és akkor ott megkeresem, megnyomom a gombot, lejön értem, felmegyek, tehát hogy az egész akkor nyilván flottabb lesz, és életszerűbb, mint amilyen most a tervezet, nem? Így van. Tehát azt gondolom, hogy az okos emberek lefognak, és akkor így végig gondolják, hogy mit lehet csinálni. Sajnos egyébként a világon nagyon-nagyon sok helyen tiltják a babakocsi szállítását kinyitott állapotban a mozgó lépcsőn. Van is benne igazság, ugye azért, hogyha véletlenül valaki vészfékezik, akkor ugye egy kézzel fogja az ember a babakocsit, egy kézzel kapaszkodik, és az nem biztos, hogy elég arra, hogy mondjuk ne essen rá a gyerek. Tehát azért mondom, hogy valamilyen megoldást ki kell találni,
de nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy vigyél magaddal még három embert, és csukd össze, és akkor valaki cipelje a gyereket, valaki a babakot. Ez ilyen közlekedési barátkozásnak jó, vagy ilyen közösségi barátkozásnak, hogy metró barátokat keresel ott a helyszínen, nem rossz ez. Stoppolj metró barátot. Stoppolj, így van. Mi volt? Mit mondtál? Humán stop. Igen. Na jó, tetszett, hogy mondtad, hogy akkor majd az okos emberek leülnek, tehát finom utalása arra, aki ezt írta, hogy oké, köszi, hogy megírtad, majd akkor az okos emberek leülnek. Na, vonjátok be végre őket is. Igen. Panikám, köszi, hogy elmondtad nekünk, akkor mi megnyugodtunk. Hát tudod, mi, amit az internet felvet, mi azzal foglalkozunk, de véletlenül se téged akartunk kellemetlen helyzetbe hozni. Nem, abszolút nem, és én is köszönöm, mert igazatok van, hát én is rohanok a munkában. Utána járjunk ennek, a főnökömmel azonnal már reggel 6 óra óta ezen beszélgetünk, hogy ez mi történhetett. Sajnos van néha ilyen valami. Hát figyelj, aki írta, mondjátok meg, drága barátom, ezen a, ennek a hónapnak a végén nem kell számlát leadni. És akkor hát a dolog el van intézve, foglalkozott vele, írta, csak igazából hülyeséget. Pani, puszilunk, köszi, akkor vigyázz magad, a jó munkát. Ciao, hello. Hát ilyenkor az kell egyébként. Aki írt, az egy hónap vagy egy hét terepen, itt Népligeti aluljáróban jegykezelő. Vagy mit tudom, jegyellenőr, nem? Büntibe. Na most remélem Panninak nem lesz baja, mert én őt nagyon kedvelem. De, hogy nem, hát valahol ez a egészen jól jött ki a dologban. Erre más is rá fog azért kérdezni. Na jó, csak kicsit a rendszer már olyan, hogy mindenki fél, hogy mit mondhat, mit nem mondhat, nem mernek nyilatkozni, jaj, nehogy baj legyen, inkább nem nyilatkozunk, inkább nem mondunk semmit, inkább én sem mondok semmit, mert akkor vállalni kell a felelősséget, nem? Tehát kicsit megint ilyen irányba megyünk egyébként, nem? Hát hány szó ül szólalt meg nálunk az elmúlt egy évben? Nagyon kevés. Nem mernek, nem akarnak, félnek, meg vannak félelmények, mindenki félti a saját állását, senki nem mer mondani semmit. Ha kussolok, abból nincs baj, nem? Hát persze. Nagyjából ez a morál jelen pillanatban. De ugyanakkor meg egy hivatalos BKK-s felületen tették közé ezt az anyagot. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag neki hivatalból kell tudni erről az egészről véleményt mondani. Tehát, hogy a BKK-nek gyakorlatilag a felelősséget kell hát vállalni. Hát csak hallod, ők erről nem tudtak, hogy ez kell kikerülni. Hát igen, de azért mondjuk azért elég fura, amikor tudod. Tehát nyilván így... azon az oldalon van. Ja. Igen. Na jó, megtudtuk Panitól, hogy most az okos emberek leülnek. Így van. Hát jobb később, mint soha. Viszont ez egy nagyon jó taktika, így mindenből ki lehet hátrálni később. Nem mondjuk, hogy ki a felelős, de megtaláljuk. Fél nyolc múlt, pontosan 8 perccel jövünk Óven bácsi, a Beru nénivel, ha játszanátok velünk, írjátok SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan. Egy perccel. Jó nagy zúzás volt. Keményezte. Dexó. Kis hullattam. Dexó, de ró. Zorro. Bábecsárjá, gyerek, elment felettünk az időzenében, azt kell, hogy mondjam. Bármi is volt, tízig már ne tudjunk, még egyszer meg. Nem bírja szív. Ahogy te szeletelsz itt az asztal tetején, úgy nem táncol senki. Így vagyunk. Jó reggelt, Emete Székesfehérvár centrum lehajtójánál, a körforgalomnál sörösek ezek az úton, dugó alakul, rendőrség tűzoltó a helyszínen. B küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát a dugó még hagyján, de kifolyt sör. Így van. Óriási baleset a 17. kerületben, az Rínyi úton, Ecser felé a város szélén, utcár van. Itt még sosem volt baleset 25 év alatt. Ezt Peti küldte nekünk, valamint az M5-ös Budapest felé már rendben, nincs dugó a balesetnél. Ezt pedig Big Face küldte. Na. Hát ez a helyzet, gyerekek. Okosabbak lettünk. Nem? Illetve még nem, de már úgy körülbelül azt tudjuk, hogy akkor ez nem lesz, de dolgoznak az újon. Igen. De lesz helyette valami más. Így van. Igen, itt az érdekes, hogy kerül ki egy ilyen, ugye? Tehát ezt kirakja, aki kiszellőzteti meg. Hogy a fenébe kerül ki egy ilyen, aminek még azért nagyon sok. Értem, hogy szigorítanak elsőt, jó is, hogy szigorítanak. Csak nem biztos, hogy ez a helyes módja. Egy babakocsis közlekedésnek. Igen, tehát, statisztikát elolvasnék, hogy hány babakocsis baleset történt az elmúlt, nem tudom mióta van metró 40 éve, hogy a megmozgó lépcső 40 éve van mondjuk a metrókban, hogy hány baleset történt, mert ha sok, tehát sok tragédia van, de szerintem arról tudnánk, akkor megértem. Ha nem, akkor meg... lehet. Hogy? Akkor még talán indokolt is lehet. Igen, de... csak a fura, hogy, tehát, hogy előbb meg kéne beszélni ezeket a dolgokat, aztán kiküld. De bár én mondom, ismertem annak idején olyan titkárnőt, akinek azt mondták, hogy egy ezt elfaxolod, ezt kidobod, akkor picit összezavarodott néha, és ezt kidobt, ezt meg elfaxolta. Hát, hogy... Hú, láttátok most ezeket a videókat Kínában a mozgó lépcsőkről? Most már 8-ban futok bele, hát az valami dermesztő. Jó, de hát ott ember, igen, nagyon nagy hibák voltak. Igen.
Persze, teljesen más, meg nem is a BKK-hoz kapcsolódik, nem azért mondom, csak most valamelyik internetes portál elkezdte ezeket összeszedegetni, és így véletlenül én így hajnali háromkor, mikor most megint ültem a lépcsőn. Lift. Igen, a gyereknél, vagy a gyerek szobája előtt, akkor ezeket így megnyitottam. És megnéztem kapásból négyet, de még így álmosan, nem is teljesen felfogva, hogy egészen pontosan mit nézek. A sima lépcsőn nem mersz lejönni utána, nem hogy mozgó lépcsőre. Konkrétan szállni. A gyereket én nem fogom ráengedni a mozgó lépcsőre. Ugye ezek a videók bemutatják, hogy milyen az, amikor egy karbantartás után a mozgó lépcsőre helyezett ilyen kis padlókat, ami ugye elválaszt magától attól a részről, ahol visszafordul a mozgó lépcső, ugye a futószalag résztől és a lépcsőktől, ugye rosszul helyezik vissza, és azok hirtelen megnyílnak, és beszakadnak alattad. És azt mutatja a videó, de mondom, hogy ötöt megnéztem, amikor valakinek így bekapja a lábát, beesik. Olyan videók vannak, és mint Kínában, és írta a cikk, hogy egyes statisztika szerint csak a tavalyi évben, mint a 76-a haltak meg mozgó lépcső balesetben. Elképesztő. Mozgó lépcső balesetben. És hát azért ezt már így nem gondolod, hogy ebben valaki meghal. És nem is azért, hogy a mozgó lépcső kidobja, hanem rosszul teszik föl a karbantartók a lemezt, hát és beesik a mozgó lépcső alá. Ugye volt itt ez a kismama, aki még tényleg annyi lélekre nem mondta, mi történt vele, azt is véletlenül megnéztem. Én nem nézek ilyen terhelő videókat, mert tök fölösleges embernek ezzel traumatizálni a lelkét, de valahogy mondom, hajnalban beleszaladtam. Ott annyira például magam, ott, hogy miért ott két meg. Nagyon komoly mulasztás is történt. Egyrészt a lentiek nem mondták neki, hogy ne menjen rá mozgó lépcsőre, mert éppen karbantartás alatt van, és még nem zárult le a karbantartás. A másik pedig, hogy fönt nem csavarozták vissza ezeket a padlókat. Nem, vették vissza a padlókat, igen, és ő ráment. A helyre, aztán elmentek kávézni. Jött föl, ráállt, és a nő alatt ugye kinyílt ez a padlólemez. Na jó, mindegy, nem akarok senkit. Ezer jogat. Náluk ilyesmi még nem történt. Nem, hál' Isten nem, igen. Nem tudjátok, mi helyzet az M1-es, M7-es bevezetőjénél? A Tesco-nál áll a sor, ezt Viki kérdezte tőlünk. Egyelőre nem látom Viki, de ha valaki megírja, akkor mondom, hogy mi a helyzet. A bevezetőnél, az M1-es, M7-es bevezetőnél ott csak annyi, hogy egy sávra szűkül a forgalom, ott a Baks csomópont előtt, és valószínűleg ez az oka annak, hogy hatalmas dugó van a bevezető. Más nem nagyon tudok elképzelni, de lehet, hogy van még pluszban. Forgalom terelés, sávszűkítés, ott most minden van, igen. Amíg azt meg nem csinálják. Na, játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló! Uh-huh. Na, még Trécsel, a művésznő. Figyelj, még Trécsel. Ő nem a Szilágyi? De a Szilágyi, megint fogja egy aligátor. Halló, jó reggel! Hello, szia, Balázs, Jani, Feri. Hello, szia! Hello. Honnan hívtál minket? Veszprémből. Mit csinálsz arra? Sofőr vagyok, éppen Dunói városba tartok. És mit szállítasz? Élelmiszert szállítasz sofőrként. Aha. Jól van. És milyen napod van eddig? Eddig jó. Most már jól indul a reggel, úgyhogy. Hánykor indulsz fuvarral? Hát, 6:30. Fél hét. Uh-huh. Milyen típus élelmiszer? Pékáru esetleg? Nem, édesség. Na, basarozd, de a jó pékáru reggelenként. Annak van egy fél. De hátra nyúlogatnál, mi? Hátra. Persze, de ott szállnék is valami. Igen. Szokott menni az Óven bácsi Beru néni Zsolt? Igen, szokott menni. Szoktam hallgatni. Igen? Igen. Na figyelj, akkor belevágunk, jó? Jó. Mutatjuk, rendben. Hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Jó, ez hajszárító? Szúrógó? Az lehet. Megint bejött ez a rohadt homok. Valamit ők fújnak, vagy szárítanak, vagy porszívó az egész. Beru néninek van dolga? Hát ott a fújnak. Figyelj, hogy folyamatosan porszívóznod kell. Na figyelj, ez egy sorozatnak lesz a zenéje, és egy nagyon rövid részlet jön, mert nagyon könnyű. Jó? Jó. Rövid lesz. Ja. Ó, hát ez. Rémrendes család. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Régóta szerettél volna már ajándékcsomagon? Igen, mindig is szerettem volna. Már régóta. Na, hát akkor ez sikerült. Jó? Igen. Küldjük neked. Köszi a játékot. Hello! Hello, sziasztok! Ciao! Hello!
Ja, az ilyen családi témájú szappanoperák közül én most bukkantam rá egyre, pontosabban az egyik hallgatón kiírta meg, aztán kíváncsiságban rákerestem. Zonin. És nagyon-nagyon bejött. Ilyetetlen izgalmas. És Jace, és Jessica. És a Shameless, Szégyentelenek című sorozat. Rettenetesen jó. Azt hiszem, hogy 5 évad volt belőle eddig. Egy a Gallagher családnak az életéről szól, alkoholista apuka, stb. Gátlán. Ez az Oasis-es Gallagher család? Nem. Hülye vagyok. Igen, az ő túl gondoltam ezt a dolgot. Hát, összevesznek, pedig ebben ott a világsiker, rengeteg pénz, a videoklip. Nagy baj van veled, ha már az Oasis családi életéről nézel sorozatot. Shameless, ez a címe? Shameless, igen. Annyira gátlástalan humora van az egésznek, megdöbbentő. Az alkoholista apuka, aki egyetlen fillért nem ad a családjának arra, hogy ez egyébként az 5 gyereket így eltartsák. Mindenkiből minden egyes centet kicsal, mindig csak addig vállal munkát, amíg már az első munkanapon össze nem tudja törni magát, hogy aztán beperelje a céget és kapjon valami kártérítést. Féltek, megdöbbentő jó. Megdöbbentő. Nagyon-nagyon jó. Nagyon szórakoztató. Ha valaki mondjuk szereti ezt a rémrendes családvonalat, az mindenképpen. És hát ugye lépten-nyomon 5 is összeverik, lépten-nyomon. Aha. Bunyói szex, ez kell. Ennyi? Hát rájött, ezért szereted ezeket a sorozatokat. Bunsi, nem? Bunyói szex, minden van abban is, így van. Na jó van, jövünk vissza a hírek után, érdekes témával folytatjuk majd, mert hogy... Ja, csak előtte gyorsan mondani akartam, mert hogy van egy baleset, és emiatt van dugó. M1-es, M7-es bevezetőn baleset, Toyota... az egyik sávban szemben áll, és egy sáv járható, és helyszínelnek. Tehát ráadásul egy sávra szűkítik a forgalmat a Baks csomópont előtt, és még ahol két sávon lehet haladni az M1-es, M7-es bevezetőjén, ott is már csak egy sávon lehet haladni. Ez még nem a Baks csomópont, ez még nem, előtte kinti, van, ugye? Előtte van kint, igen, ott szűkítik egy sávra, viszont baleset is van, úgyhogy ott amiatt van hatalmas dugó. Na, mi pedig jövünk vissza egy érdekes témával, folytatjuk, de majd elmondom a hírek után, hogy milyen. Hát, oké. Okay. Raffinált, de okos. Há, vegy állják, hogy kitaláltam. És a rutin. Ha van friss közlekedés híretek, küldjetek nekünk, mi pedig jövünk, Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerült feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan. 10 perccel, szép reggelt kívánok mindenkinek. Itt vagyunk a klasszon, egy Jamiroquai. Hát, ami jó az. Mi van ezzel a gyerekkel? Valamit hallottam, hogy hát, J.K. vagy... J.K., úgy van. Igen, rettet mennyiségű sportautóval rendelkezik a fiatal ember, és valószínűleg már csak azzal foglalkozik. Igen. Azért az jó, hogy sportautókat gyűjtesz, nem? Ja, az a hobbid. Hát van a bélyeg. Tehát van a söraláté, doboz, mit tudom én, de nem tudom. Kártyanaptár. Igen. Rendszám, cigis doboz, meg hűtőmágnes. Igen, és akkor a Bugatti Veyronok, a nem tudom, Pagani Zondák, meg mit tudom, miket gyűjtesz. Azért az klassz lehet, igen. Amikor már úgy, mit tudom, bemész a garázsodba, és van 35 darab sportautó. Nem? Nem tudom, mennyivel vagy boldogabb. Egyébként nem gondolnám, hogy sokáig ez boldogát ez. De azt tankolni? Hát mindig csak egy ersz. Az is igaz, mondjuk. Nem tokoz többet. Okos. Tényleg. Nem. Sokkal többet nem. Ha lefölmész egész hónapban, akkor... Hát igen. Nekem a hűtőmágnes jobban bejön. Kisebb helyen elfér. Így van. És nem kell utána fizetni súlyadó. Most azt láttam, az a legnagyobb őrület a milliárdosoknál, hogy az autót beviszik a lakásba, és olyan apartmanok épülnek Dubájban, meg gazdagabb helyeken, hogy az autó az bent áll a lakásban. És meg van csinálva úgy, mintha nappalinak egy része lenne, de a következő pillanatban az akár egy mozgó, hát ilyen lift is lehet, és egyszer csak elindul a nappalitból, lemegy a lift, bejön helyette valami teljesen más a liftnek a tetején. Érted? Tehát a nappalidon áll a kocsi eltűnik, lejön valami, ott megjelenik egy asztal, ami a liftnek a tetején. Megvacsoráztak, nem hiányzik az autó onnan. És utána te kiállsz alul a garázsba, visszész, és beemeled a nappalitba az autót. Tehát, és azért találták ki, hogy a milliárdosoknak ne kelljen nélkülözni az autót, ha bent vannak a lakásban, ránézhessenek, és akkor ott áll, mit tudom én, a 458 Itália, egy Lamborghini, meg tényleg, mit tudom én, egy nem tudom, Bugatti Veyron, és ezt beemeled a nappalitba, és úgy van az egész interior kitalálva minden, hogy az oda úgy illeszkedik, szép,
és ha nem emeled be, az is jól néz ki, de ha bent áll az autó, akkor bent a piros parkett, azon áll a piros autó, vagy fekete piros. Tehát az egész úgy van kitalálva, hogy milyen színű az autód, és akkor úgy építik meg az apartmánod a Dubájban, hogy beállhassál az autóval. Annyira hiányzik, vagy hiányzott a gyerekkoromból egy ilyen élmény, hogy például ott bennülünk apámmal a nappaliban nézzük mondjuk a szeszélyes évszakokat, vagy a szilveszteri műsort, az egyik sarokban ott van az üveges vitrines szekrénye, az Albatros sorozattal, a VAT 69-es üres üveggel, a Metaxás üveggel, stb. A másik sarokban ott van a Mátra tévénk, és a harmadik sarokban pedig ott van az 1005-ös Moszkvicsunk. Vagy az Ill. Ment áll az Ill. Ment állsz az Illel. Te csak ez a szobában. Hát figyelj, ne kelljen nekik, ne kelljen nekik nélkülözni. Hát, ja. Most, hát olyan rossz, hogy beállsz a Ferrari-ddel, és utána föl kell menni a lakás, és nem láthatod a Ferrari-dat, hát berakják a nappalitba, hogy nézd ott az autódat. A múltkor én olyat láttam a interneten, hogy kapu beállója volt, csak mert szegény volt, de gondolom van garázs, és ott állt két ilyen, nem tudom, mondjuk Lamborghini, és akkor mondták, hogy hát nagyon szép, mondta, hogy ez is nagyon szép, de megnyomta a gombot, és a két deszk kültér, a két autó elkezdett fölemelkedni, alatta megint kettő, nyomsz még egy gombot, alatta megint kettő. Azok ott mennek föl, azzal kiállsz, azt használod, aztán visszaállsz vele. Hát most minek mutogassa az ember, hogy mi van? Persze, hát ez a föld alá. Persze. Nem lesz bajom. Elképesztő. Beteg. Elképesztő. Beteg. Elképesztő. Ez milyen igazságtalanul van ez elosztva, nem? Hát picit. Na, akkor mondok egy kerékpáros példát is. Én meg azt láttam, hogy képzeljétek el, hogy olyan föld alatti parkolóhelyek vannak már Tokióban, kerékpártárolók, amik ugyanúgy működnek, mint az olyan kisebb hoteleknek az autós parkolói, hogy gyakorlatilag leküldöd egy liften, egy lenti tárolóba, föld alatti tárolóba a kerékpárodat, az egészből csak a liftet látod fönt a felszínen, a tároló pedig lent van a föld alatt, és ugyanúgy szépen lemegy, berakja. Egy tárolóhelybe, aztán amikor nap végén te végeztél a munkahelyeden, szépen megnyomod a gombot, felhozza a lift a kerékpárodat, és az gurulsz haza. Ha szerencséd van a tiédet. Ha nem, akkor valami jobbat. Itt mi lenne? Itt egészen máshogy oldanák meg ezt is. Ez jó egyébként. Én ezt úgy félek kocsival oda beállni. Ebben van Budapest. Van Budapest, ne állj be, soha ne állj be kerékpártáról, nem fognak szeretni a kutya fáradt. Hagyd inkább az utcán. Nem éri meg, lefotoznak, fölnyomnak, tízerére adják, hogy beálltál a kerékpártárolóba, ne csinálj. Ez a liftes emelgetős? Aha, hogy nem kell félni, nem bántja. Nem kell? Nem hogy bántját, nem miért bántanál. Hát csak hogy neki megy, lekocolja, elviszi. Hogy automata az egész, nem vagy ott, nincs benne emberi erő, de pont azért lehet működőképes. Tehát, hogy nem egy ember viszi el, hanem ugye ráállsz egy kis csúszó szerkezetre, az beviszi, ezt a valahova elrakják. Tök nem praktikus, tudom. Helytakarékos, tök szimpi, egy ember is el tudja kezelgetni ott az egészet. Szerintem jó. Igen. Jó rendszer. Jó rendszer. Na beállt, én álltam be a belvárosba, ilyen autó tökéletesen jól megoldják, igen. És a robot kihozza az autódat. De kiemeli valahogy, elviszi, elparkol vele, és akkor kész, nem is látod többet. És ha már kerékpározás, mondtam, hogy ezen a héten van a magyar kerékpározás hete, és hogy ma este indul a prologgal a Tour de Hongrie. Mondtam már? Nem így kell mondani, hogy egy mondatom, hogy több szó is volt. Tour de Hongrie. A prologgal indul a Tour de Hongrie. Hát ez egy mondatom belül több mindent. Tour de Hongrie. Több mindent is nem értettem. Szóval, hogy kerékpározunk sokat? Bizony. De mi lenne, ha nem mondanád meg, hogy mit csinálják? Hallod? Csak javasol, nem mondja, csak mondja, hogy lehet azt. Hát szabad akarod, ha meg gondolod, akkor esetleg, de ha nem, akkor mégsem. Akkor csinálj valami hétig? Egy héten keresztül lesz ugye ez a magyar kerékpáros hét, akkor ez közvetlenül kapcsolódik mindenféle rendezvény, hogy népszerűsít a kerékpározást, és hát ott van a mi magyar körversenyünk, a Tour de Hongrie, ami ugye most kezdődik egy ilyen kis prologgal, egy ilyen kis időfutammal, egy 1,2 kilométeres, aztán pedig 700 kilométeren keresztül fog tartani. Ugye egy héten keresztül az ország különböző bőzőpontjain a kékesre is fel fognak tekerni. Ez nem akármi, elképesztő, ez őrület. ez gyerekek, nem most komolyan, most leteszem a hajam. Hogy még a kékes is. Egyszerűen ez most basszus, most kiakasztottál, ez döbbenet. Most nem fogod elhinni egyébként, hogy kékesről álljunk meg egy gyöngyös irányából jönnek majd, és gyöngyösről pedig irány Budapest. De komolyan mondom, döbbenet. Amiket mondasz ma, az döbbenet. Budapest baleset a Teszkos körforgalom felüljárónál Budapest felé, utána jól lehet haladni, Geri küldte nekünk. M1-es, M7-es bevezetőnél a Teszkonál szintén 3-as baleset, ez ugyanaz, nem egy másik, úgyhogy vigyázzatok.
Óriási baleset a 17. kerületben, az Rínyi úton, Ecser felé a város szélén, útzár van, itt még sosem volt baleset 25 év alatt. Peti küldte nekünk, valamint az M5-ösön Budapest felé, már minden rendben, úgyhogy ott jól lehet haladni. 4-es főúton Újfehértó belterületén a Lángosnál Ezüstfábjából mérnek, Egon üzeni, és a Váci úton, a Dunapláza után van egy trafink kifelé, ez pedig Csasi küldte nekünk, úgyhogy ott is menjetek lassan, és vigyázzon mindenki. Ha van egy Pagani Zondád, mindegy, mennyibe kerül az üzemanyag. Ez Zsolt küldte nekünk. Igen, Feri kérdezte, hogy ennyi autónál mennyi az üzemanyag. Szeretem, hogy te ilyen racionálisan gondolkozol. Hát figyelj, mert tankolni igen, tehát a pánik szobában, vagy a kiszabaduló szobában a pánik gombot keresed, ha van 30 luxus autó, akkor milyen drága az üzemanyag. Jó, mennyi, benya? Ilyen csibészes srác vagy. Ennyi. Hát, nem, csak óvatos. Felteszed ezeket az abszolút ideillő kérdéseket. Mindenkiben benne vannak ezek a kérdések, és nem meri kimondani, hogy most mi van, ha bezárnak egy szobába, hogy van 60 percet kijönni, és egyszer csak valaki átkattan. És azt mondja, hogy úristen! Ott van-e pánik? Van-e pánik? Tegnap ez a nap kérdése volt. És egyébként egy gondolat elég erre a persze, akkor van rá benzinet, hogy az igazán gazdag embereknél igen, de a magyar gazdag embereknél azért előfordul, hogy szlovák rendszámon az a nagyon drága kerék. Nagyon drága kerék, majdnem kerékpárt mondtam, nagyon drága autón, mert hogy arra már nincsen pénz, hogy ide is fizesse a járulékokat. Meg kifogy a benzina. Nem járulék, az áfa. Áfa? Áfa. Honnan áfa tudod? Miatt van? Hol vagy regisztrálva? Áfa, de már lehet egyébként, már nem kell tőle félni. Tehát már elvileg meg lehet csinálni ilyen. Tehát hogy nem, az annyi, hogy nem fizeted be az áfát, és aztán egy eladásnál a vevő fizeti tovább az áfát. Tehát aha, nem kell befizetned az áfát. Tehát attól függ, hogy milyen cég veszi, és milyen cég adja el milyen cégnek. De ennyi a lényeg. Akarsz gondolkozol, hogy a Fábiára teszel egy német rendszámot? Vagy a kis japán csodátokra teszel egy német rendszámot? Nem, én úgy teszem, japán autón magyar rendszámot, nekem az tökéletesen megfelel. Hagyományos. Persze, jó, az is nagyon jó hangzik, hogy itt tudom én, olasz autó, szlovák rendszámmal vagy a német, de én inkább maradok az egy kis hagyományosabb utok mellett. Uniósok szabályban rá, tehát nem, ők már nem csalnak, meg nem követnek el semmi olyat, amit nem lehet, tehát nem szabad rájuk úgy nézni. Tehát nem azt csinálja, hogy ő nem tartja be a törvényt, egyszerűen ez egy lehetőség, hogyha te olyan cégtől veszed, és olyan cégnek adod majd tovább, akkor te ne fizess be az áfát, hanem majd aki veszi tőled, attól függ, hogy milyen cég vette, milyen cég adja el. De nem törvény, nem sértenek törvényt ezzel. Aha. Csak mondom, hogy tehát már nem kell úgy rájuk nézni. Na, a szlovák rá, a csaló. Csak egy kis kapu, amit kihasználtak, vagy egy lehetőség. Egy lehetőség persze, inkább így van, igen. Ez ilyen ország. Hawaii tengeri gyalogosról szeretnék egy picit beszélni, mert hogy túl korán ért haza, vagy direkt így ment haza, ezt nem tudjuk, mert hogy többféle hírt többféleképpen olvastunk, viszont videóra vette, amint a neje éppen az egyik katona társával tölti a pásztor órákat. A dolog érdekes, ő valószínűleg készült erre, vagy kaphatott valami fülest, mert hogy úgy lépett be már a lakásba, hogy hát tulajdonképpen forgott a kezében a telefon, mint kamera, és felvette, ahogy ő megérkezik. Hát gondolom, a meglepit akarta anyu arcán rögzíteni. Hát igen, vagy a meglepit akarta rögzíteni, vagy pedig ugye ő tudta, mert kapott egy fülest, hogy anya, amíg te ugye a hazát szolgálod valahol, mit tudom én, egy messzi országban, addig anya már mással mulatja az időt. Ő is a hazát szolgálta, anya is, csak a másik katonatársal. Így van. Pontosan ezt történt. De egyébként abban igazán Ferinek, hogy nagyon népszerűek ezek a videók az amerikai katonák körében, amikor hazaérkeznek, és ugye nem szólnak előre, hogy mikor jönnek haza a messzi távolból, mondjuk egy ilyen hosszabb, fél éves, egy éves kiküldetés után, és felveszik a reakciókat. Tehát hogy lehet, hogy ez tényleg úgy készült, vagy azzal a célra készült ez a videó, hogy felveszem anyjának az arcát, aki nem mennyire tudja, mennyire hogy jövök. Igen. Na, hát emberünk belép a lakásba. Ugye itt látjuk a videót, itt is elindítom, hogy ti is tudjátok nézni. És azt látjuk, hogy ő, na, nekem az a gyanús benne egyébként, hogy egy dedi kiabálás. Várja, ott apa, a gyerek. Aha. Tessék? Ott a gyermek is, igen. A gyermek játszik közben, ugye, amíg ugye apa megérkezik, és ő meglátja az apját, és baromira örül. A gyanús a videóban az, hogy apuci nagyon gyorsan halad valahova, tehát nincs ez a tétova keresés, hol van anyád, hanem ő célirányosan megy, elindul fölfelé a lépcsőn, és nem is nagyon köszön vissza a gyermeknek, mutatja a saját lábát, ahogy ugye sétál, megy. Akkor született a gyerek. Így van, csak hogy a két videó utól érje egymást, hogy ti is lássátok, mert egy picit előrébb tartok. Mm-hmm. Így. So, és hát... Csak mondom, hogy mi történik, megállítjuk egy pillanatra. Benyit a fürdőszobába, ahol anyu épp zuhanyzik.
Anyujév zuhanyzik, és a katonatársa, ugye, tehát ő is egy tengerész gyalogos, éppen egy forró csókot nyom a mesztelen anyu szájára. Aha. Hát ez nem inflagranti, gyerekek, a srác föl van öltözve, átszaladt leszappanozni a hátát így anyának. Meg egy forró csók nem megy család. Ja, az volt. Na, ugye itt megkérdezi, hogy mit csinálsz, megcsalsz, és hogy takarodjál a házamból, mondja a srácnak egyébként. És folyamatosan követi, a kellemetlen a dologban az, hogy átmennek a hálószobán, és láttátok a hálószobát, viszonylag rumlis állapotban. A nagy műsor volt. Tehát ott nagy műsor volt, igen. Leköveti a srácot. Yeah, I bet she's fucking your niece now, huh? You okay, don't beat your fucking ass, bitch. Hey, what's your name and rank, dude? Igen. What's your name and rank, bitch? Itt ugye azt kérdezi tőle, hogy mi a neved és mi a rangod, tehát hogy nyilván próbálja megtalálni, hogy hol szolgál, vagy hogy milyen rangja van, mert ugye folyamatosan megy utána, de nem fordul a srác vissza a kamerába, tehát nem ismeri meg, és aztán elszalad. Igen. Yeah, you're fucked, dude! Say goodbye to your fucking rank, bitch! Na, itt ugye csúnya a szavak kísérletén. Nagyon sokszor mondta, hogy rendfokozat. Igen, köcsön szó nála. Igen, hogy ezt mondja a végén, igen, hogy búcsúzz el a rendfokozatoktól, hogy elrontotta, csak más szavakkal mondja. Aha. Tehát, hogy ez ki fog derülni. Tehát a gyanús ebben az, hogy ő valószínű ezt tudatosan csinálhatta ezt a videót, ha már így kamerával ment. Igen, csendben volt, amikor haza, ugye, azért mondjuk egy évig nem vagy otthon, és a gyereked azt mondja, apa, hát arra csak válaszolsz. Mondom, valamit. Nem láttam még, mert akkor kim volt a fater, amikor született, érted? Vagy pedig a kisgyerek azt hitte, hogy az igazi apukája, aki fönn van. Hát több okból érdekes a dolog. Szerintem nagyon nyugodt az emberünk hangja. Én azért kiabálni. Én nem hallottam annyira nyugodtnak. Nem. Én szerintem azért ez a hang nem annyira nyugodt. Hát én üvöltenék. Nem? Jó, de te nem vagy katona viselkedő. Na, mindjárt megbeszéljük, hogy nem tudom, mi ez a regula. Ez igaz. Mindjárt megbeszéljük, hogy ki mit csinálna, és már most mondjuk a hallgatóinknak, hogy most ne azok jelentkezzenek, akik rájöttek egy cetliből, rúzsfoltot találtak, hanem tényleg olyanokat keresünk, akik úgy léptek be, hogy éppen hancúr volt. Tehát a legdurvább inflagranti vagyunk kíváncsiak. Fegyverbarátságot kötött asszonykátok, férjetek, barátotok, barátnőtök úgy, hogy egyszer csak ti megérkeztetek. És hogy ebben a helyzetben az ember mit csinál? Na, tételezzük föl, tessék, mentek haza. Uh-huh. Mentek haza, ott van. Igen. Asszonykátok. Jövök haza Afganisztánból. Jössz haza a turkebei. Frissen előléptetve őrvezetővé. Na, te jössz haza Afganisztánból, te jössz haza a turkebei. A turkebei bőrfesztiválról. Te jössz akkor Afganisztánból. Na, aha. Tessék. Próbáljátok magatokat kicsit empatikus éneteket előhozni, nem lesz könnyű, és valójában beleélni magatokat a szituációba. Tehát nem eltolni, hanem átérezni, hogy mentek haza, kiéhezetten, egy éve nem láttatok asszonykátokat, benyittok a hálószobába, és valaki éppen csúnya ronda dolgokat művel a ti feleségetekkel, vagy barátnőtökkel, élettársatokkal, csajoddal, nem tudom most éppen melyik stádiumban. Aha. Mit csináltok? Mi történik? Mi a rendfokozatot, te rahadék? Őrnagy vagyok. Felvigyázz, előjáró! Jó, sikerült az empatikus énedet elővenni, látom. Ennyi van benned, nem több. Értem. Ha egy pillanatra komolyra fordítjuk, aha, tessék. Ha-ho! Nagy kérdés. Hát figyelj! Ez a reakcióm. Igen, ez a reakció. Ez egy rádióműsorban kevés. Hát próbáljuk verbális formába önteni. Állunk és nézzük. Igen, egy percig, akkor nézzük most egymást egy percig csendben. Mit mondasz? Nekiállsz a lefagynék. Hát alapvetően nem az lenne az első, hogy elkezdek üvöltözni, mint az állat, hanem valószínűleg lefagynék. Én viszont igen. Én azért mondtam. Anya, mennyit változtál egy év alatt, hogy a fára mondtam, hogy ki van elől és ki? Mondtam, hogy tarts be azt a diétát. Na, de próbáljuk egy kicsit komolyak maradni. Én azért mondtam, hogy szerintem a csávó, tehát hogy kamu a dolog, mert hogy a csávó nem eléggé volt felháborodva. Uh-huh. Én biztos, hogy üvöltenék. Nem lehet, hogy csak a gyerekre volt tekintettel? Tehát, hogy nem akart. Igen, a gyerek ott mászik a lépcsőn, gondold el azt az életet, ott a gyereked a lépcsőn, aha, ő már ugye megismer, mert mondta, hogy daddy, tehát hogy örült az apjának, igen, ugye, de nem állt meg a gyereknél egyébként, hanem ment tovább nagyon-nagyon gyorsan föl a lépcsőn. Tehát szerintem itt, ő kapott egy jelet, hogy fönt lesznek a fürdőszobában. Hát más, ugye, hogy bemegyek, kisugod, nem? Igen, ahogy, ha én bemennék, és akkor azt mondanám, hogy most legyetek csöndbe, menjetek a ütőszekrényhez, addig én fölmegyek. Hápápa, megyünk ki a szabadságnál. Apa, mi van a szatyrodban? Tyúk, kakas, tojás, frigászunk. Liba, kacsák. Addig én fölmegyek anyátokhoz, és ahogy fölérek, halkan. De így érkezel meg, igen. Az már nem kukorékó, paf. És ahogy fölérkezel, akkor ott meglátod a dolgot, hát én biztos, hogy üvöltenék. Béka, sül!
Zsűl? Mit keresett a zsűl? Most a zsűl. Ja, tényleg katonatárs. Érte, persze, katonatárs. Tehát a zsűl addig ápolta a kapcsolatokat. Igen, igen, igen. Ápolta a kapcsolatokat. Nem lehet, hogy arról volt szó, hogy úgy férkőzött be mondjuk annak a kegyébe, hogy itt tudod, hogy azt hazudta, hogy valami probléma történt a kacsi, és ott esett el mellettem, és azt mondta, hogy vigyázzak rá. Igen, azt mondta, hogy menj már. Hajd nyugodtan így a fejed. Én vigyázzok a gyerek. Nem mondta, hogy nem szeretett csinálni. Na, szóval komolyan fordít. Még egyszer, kérlek benneteket. Empatikus életeket vegyétek elő. Ordibálsz? Ez megalázó hát, ebben a... Mi az Isten történik itt? Hát, nem? Így? Na várja, még egyszer, légy szépen. Ki a fene ette meg a gombás tojásrást? Gombás tojás. Édes szalonnás, Isten, meg a Nescafét, gondolom. Picit belép. Párbai sonkás szalonnás oldalassal átitatod. Így már jobb. Szóval, hogy... Az a baj, hogyha még nekiállsz ott hepciáskodni, verekedni, az is egy ilyen bűn megalázó szituáció, nem? Hogy még ott nekiállsz ott dulakodni, verekedni, nem tudom. Egyébként hát, nincs, nehéz a kérdés, mert nincs rá valójában jó megoldás. Nem a csávó nem? A hibás, azért azt mondjuk meg, hogy ilyenkor mindenki a hát azért harmadik, is benne van. Benne azért van, de mindenki van. A harmadikra próbálja kenni a dolgot, ugye ezt már szemtanszor átbeszéltük, hogy egy megcsásnál mindig az újonnan érkezőt kezded el utálni. Holott hát te is hibás vagy benne, meg anya is hibás ebben a történetben, tehát az én vele elbeszélgetnék, hogy oké, okay, hogy nem voltam most egy évig, mert túl kemény voltam egy éves Böllér fesztiválon, na de hát akkor legalább egy telefon, hogy ne gyere haza. Hát igen, nem túl okos. Hamarabb jöttem, hogy az túl alfa találkozón vagy. Ugyan, nem mondtad, hogy egy nappal korábban véget ér az alfa találkozó. Igen, hát nem egy egyszerű élethelyzet. Te nem egy egyszerű. Nem tud. Én gondolkozom na. Rajta, azért kérdezlek benneteket, mert addig én is azon gondolkozom. Nem tudom. Yes, szabad vagyok! Végre, lakolhatok. Végre egy ürügy. A fene se tudja, hogy ebben a helyzetben mit csinálsz. Valószínű, hogy nem állsz neki ott nagyon durván lögdösödni, verekedni. Az egész szituáció baromi méltatlan, nem? Tehát nem. Elküldöd a mesztelen, mert elküldöd az egyik a feleséged, elkezdtek ott hemperegni, meg verekedni. Hát attól függ, az embernek milyen a vérmérséklete, olyan, akkor tényleg neki rohansz. És akkor ott birkoztok, mert nem érdekel, agyon akarod verni. És ha pont közben nem? Vannak, és mesztelen a hapsi, akkor egy mesztelen csávóval kezdesz el birkózni. Ebben a helyzetben nem tudom, hogy érdekel-e. Tehát ha olyan a vérmérsékletet, hogy szívesen megborítod, akkor teljesen mindegy, sőt, még élvezet is, hogy mesztelen. Tehát akkor nem azon gondolkozol, hogy jaj, neki ez milyen megalázó. Most próbálj minden helyzetet elképzelni. Képzeld már el, hogy Török Bálint kergetsz egy mesztelen férfit, és mi böltözöl. Tehát picit. Nem, azért hülyét nem kell magadból csinálni, egy vizes törölközőbe csapkodod a fenekét, és rohantok végig a hetesen. Ilyen. Tehát azért ezt nem így képzeled. Ez valami szörnyen megalázó lehet. Tehát ennél durvábbat, destruktívabbat, megalázóbbat, mint hogy tényleg így kell szembesülnöd azzal, hogy téged megcsalnak, ez senkinek nem kívánja az ember. Tehát ez valójában szörnyű. Nem is tudom, hogy tudsz-e rá mit mondani ott helyben. Szerintem nem. Becsukod az ajtót, kijössz, leülsz, veszel egy nagy levegőt és átgondolod. És a közös nem? Otthonotokban. Hát az meg aztán ráadásul pláne. Szóval, hogyha már tényleg megtörténik a dolog, akkor vigyel egy motelbe, egy hotelbe valóban. De a közös ágyatokban ezt megtenni, az mindennek az alja. Abba én mindig érzek egyfajta ilyen mindig érzek, egyszer se történt meg velem, tehát, hogy ki az a frajd, mi? De igen. Azt érezném, hogy ilyen nagyon cinikus, tudod, ez a semmi se számít, kit érdekel, tudod, egy kicsit ilyen. Úgyse jössz haza. Úgyse jössz haza. Úgy is megtehetek bármit. Úgyse bukom le. Ebben ez van. Ez egy üzenet. Igen. És gondolod, mész haza, vagy szexelt egy nővel is megérkezik egy amerikai tengerészgyalogos. Tehát az emberünk egyébként egészen jól úszta meg a dolgot. Nem? Tehát azért egy amerikai tengerészgyalogosnak nem akarod megdugni a csaját. Nem mondjuk ki. Nem, ugye? Nem jut eszedbe. Ugye? Nem. Mert ott azért még lehet folytatás. Megérkezik egy ilyen 120 kilós, brutál, kigyúrt, iszonyatosan izmos, nem tudom. Tehát 8 féleképpen tud csak szembelölni. Igen. Tehát, hogy azért az nem biztos, hogy ezt akarod megtenni. És én ézékel ilyen 10 centis Times New Roman betűkkel van a mellére írva, hogy kill Obama. Vagy Osama, de hülye vagyok. Obama. Így is jó volt egyébként. Oké, akkor ha kill Obama van ráírva, akkor meg tényleg nem akar. Akkor meg pláne nem akarom a feleséget rákapni a vállalat. Elnökét is meg akarja, hogy mit csinálna velem. Na, drága hallgatók, nyilván sokatoknak volt már sajnos ilyen, és tényleg a legintimebb, legdurvább, legdöbbenetesebb pillanatokra vagyunk kíváncsiak, amikor is benyitottatok, és
az a bizonyos látvány fogadott. Hmm. Tehát már nem is az, hogy öltözködtek, nem is az, hogy ott volt, nem is az, hogy gyanús volt, és nem tudtad eldönteni, de arra gondoltál, hogy mi lehetett, hanem tényleg a fürdőszobában nyitottál rájuk, a hálószobában, a spejzban, az istálóban. A spejzban, a mosókonyhában, a kukatárolóban, a gardróbszekrényben. A gardróbszekrényben, amikor is tényleg a szó legszorosabb értelmében megtörtént a rajta kapás. Hogy azt írjátok meg nekünk, vagy telefonáljátok, hogy mit csináltatok, milyen volt, mit lehet ebben a helyzetben tenni. Tudjuk, hogy ez egy tragédia egyébként. Nyilván persze. Hogy a filmigjáték vonalon indultunk el, ugye a műsor jellegéből kifolyólag, de tudjuk, hogy ez egy hatalmas trauma lehetett. Na igen, ki mit csinált? Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-745-0000, jövünk Ákos hírei után. Elnöki ügy. FM-en. 8 óra múlt, pontosan 40 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Valhalla után. A rakpart. Ez volt. Ugye? Így van. Mindig keverem ez a apu vedd meg, vagy a rakpart? Apu vedd meg, ez az. Apu vedd meg, akkor ez nem a rakpart. Ott szép volt, Bali, szép volt, Bali, jó van, Bali, megint szépet mondtál, ügyes vagy. Apu vedd meg a rakpart. Szép volt Sebestyén Balázs. Ez volt benne, ugye? Apu vedd meg a rakpart. Szép volt Sebestyén Balázs. Hogy tudom megkülönböztetni, mit mondtam? A refrén alapján. A szöveg alapján te hülye. Persze. Nem tudjátok, hogy milyen nehéz ebben a székben ülni, ti ezt nem érzitek át. Hogy de, hogy nem látjuk, hogy hogy küzdködsz. Nem, ti csak az ültök, ott esztek, isztok, érted? Mi? Utaztok a vonaton, amit viszek, tolok, és ez aztán így. Köszönjük, éga. Hogy hős vagy. Köszönjük, köszönjük minden nap, hogy nem hősünk. Érzitek, nem érzitek. Köszönjük, hogy itt ülhetünk a másodosztályon. Én ráadásul dohányzóban, Feriben. Komolyan nem érzitek. Annyira jó, rárohadva a seggem a műbőr. Annyira jó. Műbőr, velúr, vagy nem tudom, mi van ott. És elülül a masszista, állom meg a... Laposai palacsinta, így van. Egy hawaii tengeri zalogosról beszélgetünk, aki túl korán ért haza, vagy direkt így ment haza. Próbáltuk fejtegetni, nem tudtuk egyébként eldönteni, hogy mi történt vele. Viszont rajta kapta feleségét, aki megcsalja őt. Szóval kicsomagoltad. Jó, tehát hogy mondjuk ez megvan, tényleg idegesítő. Megőrülök. Tehát szólj, ha megvagy. Pillanat. Nem szeretem így megszagolni közvetlenül. Na hát ezért mondom, hogy másodosztály az másodosztály. Tehát érted, SMS jelölök, olvasok, küzdeni, meg teácsomagol, és őszi barackos te a filtereket szagolgat. Hát, mondj valamit, amit első osztály. Könnyű így. Jó, majd küldetek kaját, jó? Valamit. Innen át. Zsül, mit teszünk itt az első osztályon? Cukika. Cukika, mit kérsz? Hm? Na, azt mondja, hogy hol tartottam? Megzavart ez a kis teás. Hamarabb ért haza. Intermezzo. Szóval, hogy hamarabb ért haza, vagy direkt hamar ment haza, és rajta kapta feleségét, felvette videóra, a másik férfi pedig éppen, aki szintén egy katona volt, ott tartózkodott a házban az asszonnyal, asszonyka mesztelenül üldögént a zuhanyban, tehát valószínű már aktus után kapta rajta őket, a férfi pedig éppen egy forró csókkal próbált búcsúzni, mikor az amerikai tengerész gyalogos megérkezett. És hát beszélgetünk nyilván arról, nehéz ezt elképzelni, hogy az ember mit csinálna, és nem, nincs jó megoldás egyébként, nyilván itt tényleg mindenki azt tenni, amilyen a személyiség, amilyen a vérmérséklete. Próbáltuk kitalálni, hogy mi mit csinálnánk, és arra kértük hallgatóinkat, hogy mondják el nekünk, hogy meséljék el azt az élethelyzetet, amikor ők hasonlóképpen jártak, és rányitottak férjükre, asszonykájukra, barátjukra, feleségükre. Hát azért ez egy kellemetlen. Én tudok olyan is, amikor előtte zuhanyoznak, tehát hogy nem biztos, hogy ez megtörtént. Hát de a csók az mindegy, a csók az igen. A csók és a rumli a hálószobában azért azt mutatja, hogy valami volt. Valami volt. De nézd, ha előtte zuhanyoznak, sem biztos, hogy akarod látni a feleségedet, hogy ül mesztelenül egy másik, egy kádban, és egy férfi éppen csókolozik vele, és azt mondja, hogy nem történt semmi. Ja, akkor lemegyek, főzök egy reggelit, gyertek le. Belement a szemébe, szavar. Mit szeret, sonkás tojást, de kapucsinó, lent készítem a reggelit, maradjatok nyugodtan, nem zavarok. Tehát, ha nem történt semmi, sem nagyon jó magyarázat, nem? Mi a fenét csinál egy másik férfi a lakásodban? Na, itt van velünk egy hallgató, halló. Halló, sziasztok. Hello, Tibi. Laci. Szia, Laci. Gábor. Laci. Hello, Laci. Na, Laci, veled mi történt? Hát én tavaly július 26-án este 11-kor lementem ott a mellettünk kocsmába, ott dolgozott a feleségem.
és záróra előtt nyitvatartás időben már záró volt az ajtó, aztán amikor benéztem az ablakon, csak azt láttam, hogy teljesen vesztelő a Rexes falon közösülnek. Jaj, bocs. Elnézést. Ne, elnézést, hogy nevetek, nem azon nevetek, nehogy ne, csak a Rex asztalon, ez annyira retro. Tehát benéztél, és ott láttad a feleségedet, ahogy együtt van egy férfivel a Rex asztalon. Igen, ráadásul a szomszédunkban lakó, addig barátom, aki a feleségemnél 10 évvel fiatalabb. Mit csináltál? Hát rájuk zörgettem az ajtót, ilyen gyorsan még nem láttatok nőt felöltözni. Kijött, kinyitotta az ajtót, bementem, megkérdeztem, hogy mi volt ez. Csak nézett, közöltem vele, hogy többet ne jöjjön haza. Mióta volt a feleséged? Hány éve voltatok együtt? 22 éves házasság évforduló volt előtte egy hónappal. De nagyon beégett a dátum, tehát nyilván annyira traumatikus, hogy az ember meg is jegyzi, hogy július, akár 1-dik, a este, 9:30, tehát hogy pontosan tudod, hogy ez mikor történt. Ez úgy belém égett, mondta. Nem volt semmi előjele, semmi? Tehát ön nem is gondoltad volna, hogy neki viszonya van már ezzel a pasival, vagy hogy lehet valami, vagy esetleg már korábban is megcsalt, tehát teljesen váratlanul ért a dolog? Hát annyira nem teljesen váratlan volt, mert én előtte már gyanakodtam, mert ez a srác túl sűrű járt be, amikor a feleségem dolgozott, és előtte ő nem járt be a kocsmába. Aha, tehát hogy én valószínűleg... Én akkor megkérdeztem a feleségem, ő azt mondta, hogy nem, hanem a kolléganőivel szeretne összejönni, és azért jár be hozzá, hogy próbálja meg őket összehozni. Én ezt elhittem, úgyhogy én megnyugodtam akkor. Uh-huh. És aztán meg ott láttad őket. Ő letesztelt, hogy jó lesz-e a kolléga nőnek. Ilyenkor nem akar az ember verekedni, bemenni, birkózni, leütni a másikat? Nem, abban a pillanatban eszembe se jutott. Eszembe se jutott. Aha, tehát akkor te egy ilyen nyugodtabb pali vagy. Meg gondolom, hogy valaki ilyenkor nem állja meg, hogy ne tépje fel az ajtót, menjen be és próbálja hülyére verni a pasit, hát igen, még ha nem is feltétlenül telt róla. Utólag, amikor gondolkoztam, akkor már bennem volt az, hogy azt kell, lehet, hogy azt kellett volna tenni, de jobb, hogy nem tettem meg szerintem. Uh-huh. El is váltatok, gondolom, nem? Hát most folyik a válóper még. Ő el akar válni, vagy ő mondja, hogy egyszeri dolog volt, ne haragudj, és maradjatok együtt? Nem, nem, ő azóta élettársi kapcsolatban él a srácsal. Ja, hogy nincs is nagyon a lelkiismeret furdalási szakasz, kibékülés, ne haragudj, megbántam. Semmi. Aha, tehát valószínű, hogy ő már ezt elengedte. Mondjuk nem volt túl okos az asszony, tehát hogy azért ez a Rex asztalon úgy, hogy az utcáról be lehet látni, stb. Hát tehát a vágyak hogy... legyőzték az okosságot. A fiúval beszéltél egyébként utána? Nem. Uh-huh. Azóta nem is beszéltetek. Uh-huh. Hát, Laci, ez nem egy könnyű élethelyzet. Túl vagy már rajta lelkileg? Hát időbe telt, de hál' Istennek már túl vagyok rajta. Igen, hát ahogy nem akarja az ember látni a saját feleségét, ugye? Főleg nem. Hát ezek után már botta se nyúlnék hozzá. Ennyi év után. Köszi, hogy elmondtad, reméljük, hogy jobbat találsz, Laci, köszi. Köszönöm, ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Hello, hello. Itt van velünk Tibi, hello Tibi, jó reggelt. Sziasztok. Hello. Milyen érdekes, hogy férfiak találkoznak, telefonálnak, nem? Tehát, hogy női hallgatók, akik egyébként a pasiukat kapták rajta, kevésbé jelentkeznek. Tibi, veled mi történt? Hát nagyon hasonló a történet Lacihoz, csak én nem vártam meg az aktust. Az én kedvesem azt mondta, hogy elmegy egy csapatépítő tréningre, el is ment, csak én már gyanakodtam, hogy valami nem stimmel vele, és utána mentem. És akkor ott így igazából így tudtam, melyik szobában lakik, melyik szobában fog aludni, és így este én is így bekukkantottam az ablakon, ahol nem volt behúzva a függöny, és hát akkor bújt be mellé az egyik kollégája, és én nem vártam meg az aktust, mert igazából nem voltam rá kíváncsi, tehát így addig jutottak el, amíg láttam, amíg így csókolóznak, megfogtam a mellét, és akkor bekopogtam én is az ablakom. És akkor ugye elsétáltam, kijött, és ebbe az volt a legszebb, hogy még megjátszotta a hülyét, tehát hogy én így megkérdeztem tőle, hogy most akkor ez mi volt? De hát elég hülye kérdés, mert hát tudom, hogy mi volt, de hát most ilyenkor mit mond az ember? És rám nézett bután, hogy nem történt semmi. Ja, hát, aha. Az eszedbe se jutott, hogy megvár? Nyilván nehéz kérdés, mert az ember ezt tudja végignézni, csak hogy úgy menj be, hogy már teljesen egyértelmű legyen. Ilyenkor ez nem az ember eszében. Nem igazán voltam rá kíváncsi. Nyilván persze, hát ez egyfajta perverzió lenne ezt végignézni. És csak rákopogtál, hogy jöjjön ki, tehát nem akartál bemenni, nem akar ilyenkor az ember verekedni, nem kezel üvöltözni, lerántani róluk a paplant, jelenetet rendezni. Nem, hát ő kijött, és akkor ott ugye váltottunk néhány szót, megjátszotta a hülyét, aztán beszélgettük, és kijött utána a fiú. Nem is üvöltöztél? Nem is támadtad le a srácod? Hát akkor te is egy ilyen nyugodtabb pali vagy. Hát csak annyit mondtam a fiúnak, hogy jobb lenne, ha visszamennél. És akkor ő ebből így úgy érezte, hogy most itt nem kéne, és akkor ő elment. Aha, aha.
úgyhogy így igazából ennyi, tehát hogy nem, én nem szerettem volna ezt így végignézni, hogy ott még mi fog történni. Ja. Nyilván nem, hát az értelemszerű, persze, de te is kulturáltabban intézted a dolgot. Nem hiszek benne, hogy segítene az, hogy az ember agyonveri a pasit, mert alapjából ezért a nő kellett ahhoz, hogy a pasi ott lehessen. Persze nyilván a Pali is tehet róla, de hát a Pali hallhat bármit. Nincs feleségem, nincs férjem, nincs senkim. Tehát, hogy... Ugye? Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben nem az a megoldás, hogy agyonverik a Palit, mert egy épp egészséges férfi ember, megtetszik neki, egy nő megkívánja, bepróbálkozik. Hát ha a nő enged, akkor enged. Ilyenkor minden kulcs a nő kezében van. Hát igen, az adott fél kezében. Hát ki tudja, nem mentem a harmadik felet, csak ki tudja, hogy ez milyen információt kapott, tudott-e rólad, igen. Tehát itt mindig a párkapcsolat másik felével kell elszámolni. Szét is mentetek, gondolom, nem? Igen. És ugye az okokra kíváncsi voltál? Beszéltetek erről az egészről? Hát nem nagyon tudok itt mondani. Tehát én nagyon szerettem, és én úgy gondoltam, hogy mindent megteszek azért, hogy jó legyen, de valahogy nem. Ez sose derült ki, hogy ennek igazából mi az oka. Hogy mi volt az oka? Túl vagy rajta? Ha abszolút. Ezen egyáltalán túl lehet lenni? Igen? Abszolút. Tehát ez már elég régen történt. Aha. De megmaradt azért. Micsoda? Hát maga, ahogy beszélsz róla alom hangodon, hogy azért ez így megmarad az emberben, nem? Nem egy kellemes élmény. Nyilván, tehát, persze, igazából nem kívánom senkinek. Engem. De kulturáltan intézted, ez mindenképpen jó, szerintem. Abszolút. Tehát ha az ember a saját méltóságát meg akarja őrizni, akkor ez az egyetlen mód, hogy nem állsz neki verekedni, nyilván őt ugye nem ütsz meg, az semmilyen körülmények között nem elfogadható, még ha okot is ad rá. Tehát kulturáltan intézted. Tibi, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Ha szereted a párod, akkor érzed, hogy megcsal, ezek már SMS-ek. Hazamentem Elóból, és ott voltak a hálóban. A látvány letaglózott, nem tudtam semmit tenni, pedig megterveztem. Fogtam a gyereket a másik szobába, és elköltöztünk. Ez azt gondolom, hogy egy női hallgatók írta, nem írta alá. Főiskolán a szobatársamat találtam az ágyban az akkori párommal, nem tudtam megszólalni, csak álltam és néztem, majd kis idő múlva közöltem a lányjal, hogy erről a vőlegénye is tudni fog. Ezt Ági küldte nekünk. Hát ilyenkor borítanak a nők mindent, igen. Akkor áldos ismerős is volt, akivel megcsinálta. Igen. A szomszéd buszsofőr gyanút fogott és váratlanul hazament, anyuka úgy megijedt a rajtaütésen, hogy a háziorvost kellett kihívni, mert nem tudta elengedni a delikvenst. Most ez igaz, vagy nem tudom. Amikor hazaérkeztem nálunk, az edzőtársam zuhanyzott már, én közöltem az élettársammal, hogy takarítsd el a fürdőből. Amikor elment, azt mondja, elment a köcsög. Micsoda? Jó, ilyeneket ne jelöljünk be, Laci. Kedves barátunk, a helyi kisboltos, a feleségét kapta rajta inflagrantin a régi közös baráttal, utána végig kiabálta a falut, hogy a felesége mekkora. Tudjuk, hogy mi. Aztán mindenki zavarban van, ha betér hozzájuk a boltba. Ugye ez is egy érdekes élethelyzet. Én egyszer sajnos, hál' Isten, hamarabb értem haza munkából, éppen zajlott az aktus, hát nem kellemes érzés. A luxogor még fel volt háborodva, hát adtam neki egy kis kókuszkát, de ami a legjobban bosszantott, hogy a hölgyel szétválnak útjaink, hogy az én sörömet itta. Na most ebben igen. A pillanatban nálam is elszakadt a cél. Még azért, hogy tudta, hogy a hölgyel szétválnak az útjai, de hogy az ősőrét itta, ezt kikéri magának. A rohadék. A rohadék, igen. Az egyik ismerősöm ott az aktus közben ért haza, leült az előtérben, megvárta, míg végeznek, a felesége kapott egy pofont, a gyereket meghívta egy sörre a kocsmába. Uh-huh. Beszéljük át a sztorit. Hát azt mondta, hogy az asszony a hibás, mert ha ő nem akarta volna, akkor nem lett volna semmi, természetesen ők is azóta szétmentek. Hát ez a másik véglet, azért leülni sörözni, nem? Azért igen, egyfajta baráti hozzá. De érdekes, hogy ez az SMS is arról szól, hogy a nő a hibás. És hogy úgy tűnik, hogy a férfit nem is hibáztatja annyira. Mert hogy az előbb betelefonálunk, és azt mondta, hogy egy egészséges férfi ember fejében nyilván megfordul, és ott van előtt a lehetőség, kihasználja a nő. De szerintem ebben van igazság. Tehát, hogy ha te félrelépsz, akkor mindig van egy pont az életedben, és mindig van egy adott pont a párkapcsolatodban, amikor te még eldöntheted, hogy lesz-e belőle, vagy nem. Valami. Tehát mindig van a flörtölésnek egy olyan pontja, amikor zárod a dolgot, és tudod, hogy megtörténhetne, de nem akarod, vagy engeded, hogy menjen a dolog, történjen, és utána már átadod maga a történéseknek. Tehát mindig az dönt, aki párkapcsolatban van. Az nem nagyon hibás, aki egyébként kintről jön. Most ő mondja azt, hogy nem nyomulok arra meg, a nőre, mert van férje. Nyilván etikai szempontból, vagy morális szempontból azért ez kérdőjel. Vannak pasik nők, akiknél hál' Isten ez tabu. Feleséged van, férjed van, nem érdekel. Szerintem ez a jó. De mindig a párkapcsolaton belül lévő ember az igazán hibás ebben, nem? Hibás az, hogy most ha téged, nem tudom, bárki a feleséged megcsal, akkor a pasit hülyére vered? Nem feltétlen.
a nőnek kell, vagy a pasinak az adott helyzetben eldönteni, hogy tovább megyek, és beengedem a harmadikat, vagy lezárom, és nem jöhet. És hát az is családos, akivel szóval... megcsal. Tessék? És az is családos, akivel megcsal. Akkor az az ő ügye, az ő családja. Igen, nem tudom, hogy van-e azzal dolgod. Most oda mész borítani, persze. Nyilván nem jó dolog, sőt, hát egy rohadék, hogy ezt megteszi a saját családjával, de neked mindig a pároddal van elszámolni valót, soha nem a harmadikkal. Ő csak azért te... jöhetett be, mert a te párod beengedte. Csak te hazamész, és meg elkapod ezt a sztorit, hogy ott van a kedvesed, a feleséged, meg egy hapsi, akkor mi történik, hogy miért a hapsit kezded el ütni, vagy miért neki mész? Mert a nőt azért szereted, még akkor is, hogyha épp a megcsás pillanatában vagy. Én mind, nem? Azért, hát igen. Meg jobb rányomni, hogy ő a hibás, meg ő kezdett ki, mert mindig, ha átnyomod valaki másra, addig se nézel azzal szembe, hogy egyébként nyilván a feleséged valószínűleg azért lépett félre, mert te valamit nem adtál meg neki. Feltételezzük ezt az élethelyzetet. Nem volt egy érzelmi hiány, aztán a párod egyszer csak azt mondta, hogy eddig is nem tovább, igen. Jó, na hát... Igen, gyerekek, a virágos kertet gondozni kell, írja valaki, nyilván ott is vannak nagy megfejtések, igen, köszönjük szépen. Ő nagy gondozó lehet. Ő nagy kertész lehet. Gyomlálni, trágyázni. Egy. Na jó. Igen, nézzük meg, kivel játszunk ma. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, Robi! Sziasztok, sziasztok! Szia! Honnan hívtál minket, Robi? Hát én csongrádi lakos vagyok, de éppen most hol vagyok? Kenderesen. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű, mint az egyszer egy. Mindig könnyűeket írsz? Nem. Mostanában könnyűeket írsz. Menjünk? Hát, lehetünk. Menjünk. Megpróbálhatjuk. Így szól az első kérdés. Ki volt a legendás Van benne valami című tévévetélkedő műsorvezetője? Van benne valami. Robi, ki volt a műsorvezető? Van benne. Jó is a téma, van benne valami. Ugye ide illik? Igen. Van bennem valami. Valaki. Igen. Semmi? Hát fogalmam sincs megmondani. Nem már. Hát azért ez nem volt nehéz kérdés. Hát Vágó István. Vágó István, ez egy legendás műsor. De még a paródiát, a Gábor Györgyi-féle paródiát sem láttad? Hát... Nem, sajnos. Az a baj, hogy nem sok tévét nézek. Nincs rá időm. Aha. Hát ez, nem most, ez csak... nem most volt. Tehát ez nem most volt. Ez egy nagyon régi műsor, a Vágóna. Ez egyik leghíresebb. Igen. Televíziós kvízműsor. Igen. Nem nagyon szerettem az ilyen kvízműsorokat, megmondom őszintén. Ugye ők itt barkobáztak, ugye? Igen. És hát tárgy, élő lény, és akkor a redőny mögül felment az ajándék, vagy elvitted, ami ott volt, vagy pedig ugye, ha választottad, ami a redőny mögött volt. Stipovics, most ön válaszol, vagy madárhangokat után? Gábor egy paródia, zseniális. Hát ez sajnos nem sikerült. Robikám, ez egy rövid játék volt. Hát elég rövid sajnos. Köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Fog alom. Élőlény? Nem. El is. Meghalt valaki. Harcomon van. 3 perc, már pontosan 9 óra jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel, szép reggelt. Kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. És jönnek még az SMS-ek, azt írja, hogy hallgatunk egy úriember, mindig hazatelefonál, mielőtt váratlanul hazaérne. Én meg szoktam kérdezni, hogy hozzak-e valamit a boltból, nehogy már ne érje meg egy telefonhívást az a sok-sok éves ennyi kapcsolat. Írta nekünk egy hallgató, még ugye a megcsalásos témához kapcsolódva, mert ugye hát az inflagrantin kapáson beszélgettünk, vagy az, hogy mondják ezt jól, amikor inflagranti kapsz valakit, ugye? Tehát rajta kapsz, arról beszélgettünk. Hát az inflagranti az maga rajta kapás, így van. Tehát rajta kapáson kapsz valakit, az azt jelenti, hogy mondjuk te hazamész, és akkor igen, onnan megjön valaki, és rajta kap téged, ahogy rajta kaptad a családtagot. A rajta kapottat. Uh-huh. Igen. Na nézzük a közlekedési híreket. Jobban járunk azzal, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy gyorsforgalmi út, elesett kamion, befelé vezető oldalon, street küldte nekünk. Aztán a 81-es főúton Kisbér belterületén drága fotók készülnek, ezt Heke küldte. Ferihegyi út, ez valószínű ugyanaz, csak pontosítunk egy kicsit. Majdnem beszorult a felüljáró alá, most tolat, fogja a forgalmat, egyelőre nincs nagy dugó, de várható, hangember is elküldte nekünk. Köszönjük szépen.
trafi a 10. kerület Gergely utcában, nagyon gusztustalan módon, bármelyik nem az. Ezt Nyomi kérdezte tőlünk. Hát a dolgokat végzik, be kell tartani, nem? Hát, és akkor az ember nem fut bele semmiben. Bárcsak ilyen könnyű lenne ez. Biciklis gázolás Tolna belterületén a vasúti átjárónál. Jaki üzente nekünk, az M7-es 133-as kilométerénél mindkét irányban mérnek. Tamás küldte, valamint trafi van Hortobányon a körforgalom előtt, ezt Pisti üzente. Köszi Pisti! Pisti nagyon rendes egyébként. Erről kell bemennem a parlamentbe, mert mennem kell a parlament, és nagyon régen voltam. Látogató központon keresztül. Látogató központ, ez merre van? A téren a parlament. Jobb oldal, jobb. Bal oldal. Attól függ, felől mész. Ha háttal állok, legyél már egy picit precízebb. Ha a tér jobb. Felől állsz, és szembe van a parlament, igen. Akkor jobb oldalom. A hűtött térrel szembe? A hűtöttel. Igen. Nem, a hűtött téren állsz. Alulról kapod a hűtést, jön föl a izé a pára. És akkor jobbra vagy balra? Jobbra. 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 Na. Balázs most hát azt tette volna kérdezni, hogy de, neked te kis lőrinci proli, mi keresni való van az országházában, te kis nyomorult. Kerestél? Na, hát... Abszolút. De jól jár. Csak le kellett nyernem a feladat. Ma lesz a hivatalos sajtótájékoztató. Az ország cukormentes tortájának a nevét fogja megtudni az ország nyilvánossága. És ide vagyok hivatalos, remélem, hogy tudok csinálni majd egy selfit Kövér Lászlóval. És ki hirdeti ki? Vona Gábor? Az ország? Nem, ők most el vannak foglalva. Mással. Ott most más ügyek vannak. Ott valaki pénzt nyomott. Valaki pénzt nyomott a küszöb alatt. Dollárok születtek a nappaliban. Furakodnak. Szóval, és akkor ez zsűrized, vagy már megvan az eredmény? Már megvan. Tűkönülök, alig bírom kívánni. Hogy mi lesz. Ilyen lesz. Nagyon várom. Nagyon-nagyon fincsi kis torta. Nézzük a feljattam. Nagyon jól sikerül. Cukormentes torta úr. Holnap beszámolok róla. Jó. Nem, de ez ne beszámolja hozzá. Ahogy te mondani szoktad, gejl, ez nem az. Nem az a kategória. Annyit elárulok, hogy tyümis. De az nagyon jó, ha elmondod, hogy mennyit ettél, meg milyen jókat ettél, de ez rohadtul nem érdekel. Tehát az van, hogy hozol egy kis kartondobozt, vagy ma viszel, becsomagolsz háromat, bepattintod a hűtőbe, este ellenállsz a kísértésnek, hogy minden megegyél, és holnap szépen hozol nekünk. Mert az, hogy elmeséled, hogy milyen volt, nagyon hát ez nagyon örülünk ennek, de hogy ez baromira nem izgalmas. Kéne készítve az asztalra, és még el sem kezdődött jó fanás sajtótájékoztató, én már elkezdenék el csomagolni, és hogy Antonia kérdezi, hogy de János, mégis érted, legalább várd már meg a végét. Fizek a srácoknak. Oké, hogy neked külön dobozzal. Ezt is elteszem. János, legalább az ásványvizet meg a pogácsát ne csomagold. Ezt is elteszem. A korona merre van még? És már hajtogatod össze az abroszt, és azt is viszed el a szalvétákat. Ja, elnézést, ülés van, ja, mert csak gondoltam, hogy ketten vannak benne. A jelszó, hogy hozzál. Jó? Jó. Tényleg. És akkor mi itt lezsűrizzük. Jó. Vagy legalábbis megkóstoljuk. Fincsi lesz, szerintem ízleni fog nektek. És ilyen pólóban mész, vagy van váltóruha? Tényleg, tehát hogy megtiszteled őket, hogy felveszel valami. Mit? De miért ez tiszta? Nem azzal van a baj. Semmi baj. Nem azzal van a baj. Hát csak így a parlamentbe. Meg vedd le az oknit, jó? Mert a szandállal nem vagy csak, hogy... Tehát, hogy bújj ki az okniból, ne tűrd be... Ne tűrd be a pólót a rövid nadrágból, ne húzd fel a rövid nadrágot köldökig, és vedd le az oknit. Lyukacsos trikóba gondolkodtam egyébként. Lyukacsos trikóba gondolkodtam egyébként, hasi-tasiban. Imádom, tehát a köldökig felhúzott bermuda nadrág, három nincs csillagos adios rövid nadrágban. Köldökig felhúzza úgy, hogy annyira bevág, hogy tudod, az acsi elmegy valamere és kidomborodik. De én nagyon durran kidudorodik. Alul zokni, szandál, meg is vagy. Igen. Meg is vagy. Ja, és valamilyen, nem tudom, szatyor legyen nálad, amiben csomagolsz. Tehát vagy Lidl, Aldi, Tesco, tehát valami legyen nálad. Van, a múltkor kaptuk katonasuli feliratú. Jó kis papír szatyorok, nagyon jó. Jó van. Csak azt nem tudom, jelölte, hogy utána menjek be a Lidlbe. Utána, mindenképpen utána. És ott leszel a parlamentben. Ott, képzeljük. Én ott dolgoztam egy nyáron keresztül, úgyhogy... Azóta is emlékeznek rá. Tudnának guide-olni, mert nagyjából ismerem. Az alsó rendszer baromi jó, oda kéreckedjél le. Igen, úgyis ezek nem a csillivilli dolgok érdekelnek, a folyosó rendszerbe alulra baromi brutális. Félbe, ahova csak lehet bekommandozok. Ethan Hunt leszel. De jó, az tényleg érdekes. A koronát egyébként mindenképpen megnézem, ha van rá lehetőség. Régen láttam már. Ő is engem. De hiányzott.
Úgyhogy, ja, jó lesz, jó lesz, szép lesz. A vadászteremben leszünk. Na, hát ott készítettük elő a fogadásokat. Tényleg? Még a vadászteremben, persze. Na. Tehát ott téged csak odáig engednek, ahol ő előkészített. Ez egyik leghíresebb terme a parlamentnek, a vadászterem, és ott tartják az álló fogadásokat, egy nagy hosszú terem, és ugye hát felállítják az asztalokat, hozzák ezeket a csévingeket, és akkor ott vannak a nagy parlamenti fogadások. Hát ezeket kellett nekem előkészíteni mindig. Emlékszem, az mesélte róla, hogy ez nagy parti volt, még manapság is találnak csirkecsontokat és használt katona. Jó volt az. Hát akkor az ember olyan dolgokat tehetett, amihez azért 10-18 évesen nem nagyon jutottál hozzá. Tehát akkor ugye ez egy gimnáziumi munka volt, és akkor ott bementél, ugye jöttek a politikusok, meg külföldi delegációk, ugye, és akkor már ott az állófogadás után ott hagytak egy csomó mindent, és amikor ők levonultak, akkor jöhetett a személyzet. És akkor mi is. Bele-bele csipegettél? Ott kajálhatunk. Hát számomra akkor még teljesen ismeretlen dolgok voltak ezek, persze. Tehát mint a banán, meg csonkatekercs, nem tudom, de hát ez nagy szó volt. Kaviár, csonkatekercs, kaszinótojás, persze. Hát akkor azért az 15-16 évesen nem úgy volt, hogy bementél egy szupermarketbe, és ezeket megvetted, teljesen értelmezhetetlen dolgokat tudtunk enni. Már a halízi buborék. Igen, csomagolni azt hiszem már akkor se lehetett, igen, de amit ott tudtál, azt megettél. Persze mindig nagyon diszkréten kellett. Tehát nem volt az, hogy fölcsaptad a lábad az asztalra, kértél még két csonkatekercset és ettél, hanem ilyen kis szépen diszkréten. Mert ez mikor volt pontosan? Ez 94-95 környékén dolgoztam én a parlamentben egy vagy két hónapot. És megy még a tányérhordás, meg ilyenek. Az akkor sem ment. Ja, igaz. Nem tudom, hogy arra sem emlékszem, hogy kerültem oda. Csak úgy valahogy oda keveredtem. És kivel, akkor... kivel birkoztál a tormatekercsek, a Grósz Gyulával? Vagy igen, a Tordján, a kigáncsoltam. Hol Gyula, Grósz Károly volt. Nem kellett. Nem, mondom, minket azért oda nem engedtek, tehát nem mehetünk politikusok közébe, tehát ne úgy képzeld, hogy mi jöttek a delegációk, zajlott az állófogadás, én meg az asztalok alatt másztam nagyon, és hirtelen egy kéz megjelent, levettem a kaszinótojást, megettem tovább, másztam, megint felnyúltam. Tehát kiadták a jelet. Amikor már ugye ők kivonultak a teremből, akkor mehetünk mi. Tehát azért annyira akkor még nem voltam vicces kedvem, hogy bemaradjak mondjuk az asztal alatt. De mi terítettünk, fölraktuk az abroszokat szépen, a tányérokat. Ugye hát ezeket ilyen parti szervizes cégek hozták a kajákat, tehát ezeket nem nekünk kellett szervírozni, mi csak utána a romokat takarítottuk el. És akkor ezután ezeket így le kellett pakolni, el kellett takarítani, asztalokat pakolni, hát ilyen sima hagyományok. Gravíroztas már a táblát ma, ahogy mész a parlament, és akkor ott a vadászterembe fölcsavaroznád, hogy 94-ben itt szolgálta a hazát két hónapon keresztül. Sebestyén Balázs. Vagy pedig a Lambériába belefaragom majd, hogy morning show. 6-tól 10-ig. Minden reggel. Engem. Na, van benne valami, erről beszéltünk, kicsit belehallgattunk a Gárdonyi paródiájába, hát igen, szeretünk, meghallgattuk a hírek alatt. Ugye a játékosunk nem találta ki, hogy ki volt a műsorvezetője a Van benne valami című műsornak, és van egy generáció, akinek ez már ugye nem nagyon mond semmit, mert hogy nem nézett akkor még, vagy nem is élt, amikor ez a tévéműsor volt, de hát mi ezen szocializálódtunk. Ugye? Tehát Vágó István Van benne valami tévéműsorán, és hát többek között rengeteg jó tévéműsor volt akkor, ami a mai szemmel már a díszlet, a kulisza, ahogy kinézhet, az a dermesztő, tehát akkor ez zseniálisnak tűnt. És hát Gál Völgyi volt ugye az, aki ezen műsorvezetőket, műsorokat előszeretettel parodizálta. Jól. Nagyon jó. Hát nagyon érdekes egyébként, hogy szinte ő volt az, aki így sok ember számára így feltette a műsorvezetőket a térképre. Mert hogy persze addig is szerették, addig is nézték, de hát nyilván nem az egész ország, vagy pedig ő mondjuk az országnak egy része nem annyira, de amikor megjelent a paródia, és hát Gál Völgyi János zseniális volt. Tehát akkor volt szerintem abszolút a csúcson. Annyira tudott hozni mindenkit, hogy ez megdöbbentő. Hát meg voltak is karakterek, amiket lehetett. Tehát hát ő azt mondta, hogy ő azért hagyta abban, mert nem volt talál olyat, persze, aki... Persze. Ablak című műsor, kapcsoltam, óriási paródiákat készítettem. Igen. Kérem, mutatkozzon be nekünk. Stip. Én most madárhang utat után. Stipovicsné Vádli Krisztina. Mi a kedves foglalkozása? Logopédus. Itt álljunk meg egy szóra. Grécsi tanárul is örülne, amint hallaná önt. Hát kérem, második játékosunktól is azt kérem, hogy mondjon nekünk egy számot. 91, 2. 92, 2. Ön lottózik? Nem csak lóverseny ezek. Akkor legyen mondjuk a 1-es, 2-es, 3-as, tétre, helyre, befutor, oda-vissza, vissza. Kérem szépen, akkor most tessék nagyon figyelni. Fogalom, indítom az órát. Igen. Híres ember ő? Mondom, fogalom, élettelen. Ja, hogy ne,
Meghalt? Atyom Isten, Vágó úr, meghalt már? Mondom, fogalomról van szó, tehát... Fogalomról van szó. Fogalmam sincs, hogy szégyen, illetve... Nem, most hirtelen nem tudom. Kedves Eterni, most tessék olyan konkrétan. Megigazította a mellét közben. Menjen pontos idő? Konkrétan. 17:30. Ilyen későn. Atya is se, hogy elszaladt az idő, és gyerekek még az oviban vannak minden. Akkor most azt kérdezem, hogy tehát nem élő lényes, híres, már híresen nem él, nem élt ő már, de fogalmam sincs, hogy ő híres élő lény volt. Hát sajnos elfogyott az ideje. Nem tudom, most annyira tetszik molesztálni, pedig most majdnem rákérdeztem már. Foglaljuk össze, kérem, hogy mit tud? Tehát mit tud? Tehát pontos időn kívül semmit vágom, mert össze-vissza tetszett kérdezni, vele tetszett vágni, és a mikrofon is itt teljesen. Pitagórasz tétele. Pitagórasz tétele. Pitagórasz tét. Tudtam vágorken, elnézést kell, csak nem tudtam kimondani, itt nem lehetett annyi vissza. Kérdés volt, elnézést, tehát ide se jövök többet. És ugye a zseniális az volt, hogy vagy választottad azt az ajándékot, ami a redőny előtt volt, brutálisan jó ajándékok, mit tudom, tényleg egy porszívó, vagy megnézted, hogy mi van a redőny mögött. Ugye? Uh-huh. Igen, tehát lehetett választani. Lehetett választani, hogy mi van a redőny mögött. És hát ugye és volt simán egy csomó olyan alkalom, amikor mondjuk volt egy ilyen Turmix gép elől, igen, amire azt mondtad, hogy hát azért az már nem rossz, de biztos van valami nagy. És kinyitottad. Pohárkészlet. Egy ébresztő óra pohárkép. Igen. Igen, igen, vagy egy abakusz, tudod, vagy valami a paródiában, és egy nagyító, tudod, tehát teljesen. Teljesen használhatatlan. Jaj, de jó, jó misorok nagy voltak jó, akkor, ugye? Jó, jaj, jó misorok voltak. Nagyon jók voltak. És a Kávügyi zseniálisan hozta. Zseniálisan hozta a vágónak. Pitagórasz. De szép kérdés, ott hangzott ezzel. Na, egy érdekes híre bukkantunk az állatvilágból, és érdemes róla beszélni, mert a hír nagyon cuki, és ennyi időnk még van. Egy pandáról szól, méghozzá egy tájpéi állatkertben történt 11 éves óriás panda. A hír arról szól, hogy ez a raffinált panda átverte a gondozóit. Mert hogy állítólag csak eljátszotta a vemhességet azért, hogy gondozói a nagy hőségben kellemesebb körülményeket biztosítsanak neki. Legalábbis erre a következtetésre jutottak az állatkert dolgozói. Így berakták őt légkondicionált szobába, és finomabbnál finomabb ételekkel etették. És azt mondják, hogy ez a panda annyira rafinált volt, hogy csak azért találta ki ezen jeleket, hogy átkerüljön ebbe a szobába. Aha, de azért nyilván, itt van gond hát bőven, nyilván, ha ezt a hírt elolvassuk. Nyilván így történt, akkor most több dologra is gondolhatunk. Egy, ő már korábban volt abban a szobában, tehát volt korábban vemhes, akkor oda került, és akkor emlékezett rá, hogy akkor milyen jó körülményei voltak, és az ő kis panda agyában, emi egyébként semmi másra nem koncentrál, hogy a pandákat tudjuk, hogy olyan sok dolgot nem csinálnak egész értelmű, gyakorlatilag esznek, alszanak, meg időnként mondjuk szaporodnak, de hogy az ő kis agyában elindult egy gondolat, hogy igen, hogyha megint légkondis szobát akarok magamnak, akkor fel kell csináltatni maga, vagy el kell játszanom azt, hogy éppen vemhes vagyok. Mert nyilván így történt. Igen, túl értékelik azért ezt az állatot, nem? Tényleg. Egy tehát, hogy ők annyira az állat hatása alá kerültek, uh-huh, hogy azért ez masszív túlértékelés. És hogy játszotta el? Hogy játszotta el? Fogta a derekát, és fájlalt. Igen. Simogatta a sárt, és azt mondta, hogy olyan kívánós vagyok. Úgy ennék egy kis kovászos uvarkával. Istenem, hogy bekaptam a legyet meg. Ki fogja őket felnevelni? Terpezbe sétálok, hogy lássák, hogy volt valami tegnap este. Igen. Azt hittem, már elköltette magát ez a csibész. Igen, tehát, és ők argonnak teljesen beteg módon egyébként, hogy ő direkt majonéz, találta nem ki. Is ettem majonéz. Hogy ő direkt találta ki a raffinált panda. Tehát nem arra gondolnak, hogy a panda álterhes lett, hanem hogy ő megtévessze egyébként a gondozóit, és az idei nyáron szinte kétséget kizáró a ravasz megfontolásból tette egyébként, vagy tetette magát várandósnak, hogy átkerüljön a klimatizált szobába. Aha. Tehát mert hogy erre semmi esélye nem lett, igen, volna. Emlékeznie kellett arra, hogy milyen volt tavaly. Tehát ugye?
Uh-huh. Ahhoz, hogy most megint oda vágyjon. De az egy egyéves emlék egy pandánál, nem tudom mennyi van meg. Majd ki kellett találja, hogy miért került oda, hogy azért volt a jó helyen, mert ő akkor éppen... Ennyi, na most a pandáknak olyan jó memóriájuk, hogy azt is elfelejtük, hogy aznap ette már, nem, aznap már ettek háromszor, és ezért esznek negyedszerre, ötödszer és hatodszor, és addig esznek, érted, amíg eléjük rakik, akkor na majd ő biztos emlékezni fog az egy évvel korábbi élményére. És akkor az állatvilágban ez amúgy egy jellemző dolog, hogy tudom én, a kőhal időnként szivacsnak álcázza magát, hogy jobb belelép. Ilyenek. Meg ilyenek. Tehát, hogy én olyanról hallottam már, hogy az egyik állat mondjuk halottnak tetteti magát azért, hogy a másik ne ejtse el, de hogy azért érted. Igen, de ezt hívják álterhességnek, nem? Hát ilyen van az állatoknál azért, nem? Hogy álterhes az állat, és aztán kiderül róla, az van, hogy... Csak az nem azért, nem, csak direkt nem a jobb ellátás kedvéért. Tehát ez nem arról szól nyilván, hogy a panda azért lesz terhes, hogy légkondicionált szobába kerülhessen. Légkondi, családi pótlék, terhes gondozási segély. Igen, és ez hogy zárul? Egy nap fölkelti a panda, és azt mondta, hogy átkerülnék már a légkondi szobába. És akkor gyorsan ő, igen, meleg van már júniusban, ő gyorsan elkezdte magát a terhesnek, terhesnek tetett. És így került át a légkondi szobába. Imádom az elevi tízé. Remélem megint marok számra kap. Abrakos tarisznyából zabálom majd a terhes vilá, amit mondta. Mondta ezt a panda. És egy hónap után azt mondják egyébként, hogy lelepleződött. Uh-huh. És mivel? Hogy elmúltak a tünetek. Tehát a panda egy hónapig élt, túl gondolják azért az állat szellemi képességét. Tehát a panda egy hónap után megelégelte azt, hogy finomokat eszik, légkondicionált szobában van, és lelepleződött. Aha. Vagyis mégsem néz anyai örömök elé. Remélem, ebbe húzta a hasát? Vagy... Nem, az ultrahangot derült ki. Tiltakozott, hogy ne vigyenek ultrahangra, és aztán elvitték. Csak friss bambuszrügyeket találtak a hasában nagy mennyiségben, kis pandát nem. Hagyjál már. Kicsit ők ezt tényleg túl gondolják. Na, megkérdezzük, Hanga Zolit, szoktak-e az állatkertben az állatok tetetni valamit? Zoli, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok! Hello! Olvastad ezt a pandás hírt? Igen, hallottam róla. Itt valószínűleg álterhességről van szó, nyilván egy picit túlértékelik az állatot, nem, hogy direkt tetette magát terhesnek azért, hogy átkerüljön egy jobb helyre. Hát, igen, ez olyan nagyon huncutnak tűnik, de hát eleve csak ilyen közvetett jelekből tudnak következtetni arra, hogy vemhes, aztán még az is lehet, hogy a jeleket nem jól értékelték, mert ugye itt két dolog van, hogy az egyik, hogy szerintük nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna, másrészt pedig, hogy a vemhességre jellemző hormonokat mutattak ki a székletéből, na most hát az is lehet egyébként mástól is, úgyhogy ez nem biztos, hogy a panda részéről szándékos megtévesztés volt, de a dologban az az érdekes, hogy sokan azt gondolják, hogy ha miért, hát ilyen hülyék arra néznek, azt nem látják, hogy vemhes, de hát ugye az állatoknál általában nem olyan egyszerű, mint az embereknél, ahol egyrészt az anyuka szól, hogy hát itt valami változás van, és egy idő után pedig egyszerűen akkora a magzat, hogy hát látszik rajta. De az állatoknál általában az újszülött meg az anya mérete között sokkal nagyobb a differencia, mint az embereknél. Tehát mondjuk az óriás pandánál is hát gyakorlatilag ugye ez egy elég nagy állat, és ilyen arasznyiak az újszülöttek, tehát abban sok szőrben ott így ránézése nem lehet. Ah, jó, látni, amikor megszületik, igen. De lehet ott is biztosra menni, mert hogyha mondjuk a medve elsírja magát, ha nincs a kibeszélen, akkor már tudja, hogy terhes. Igen. Ez is egy módszer, vagy az ultrahang, csak az néha csak altatásban lehet, és akkor meg inkább nem kockáztatják. Kérdezi egy hallgató, tényleg nőstény volt a panda? Ugye? Igen, tehát, hogy amennyire tudjuk, nőstény volt. Legalább nőstény volt. Nem azért a kínaiak ilyesmire oda szoktak figyelni, hogy hímállattal azért nem várnak el ilyesmit. Hogy állunk ezzel a panda projekten? Lesz nekünk valamikor pandánk, szerinted? Hát mi nagyon bízunk abban, hogy hosszú távon igen, azért ez nem egy-két éven belül lesz, de az állatkert hosszú távú tervei ez is szerepel. Ugye ott van a koala történet, ami, hogyha mondjuk 20 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, hogy lesz valamikor az állatkertbe koala, akkor hát azt lehetett volna mondani, hogy tök reménytelen, és ugye március óta látható, hát persze ez is ilyen 2-3 éves előkészítő munka kellett. Na most az óriás panda ennél még bonyolultabb, és hát ugye nyilván itt ez szinte ilyen diplomáciai jellegű, de... Állítom, már lehet ezeket leasingelni, nem teszünk egy olyan állatot, egy nyílt végű leasingre, operatív leasing, zárt végű leasing, hát valamit tegyünk meg, hát ezeket igen, most már egy-két évig lehet leasingelni, ezeket a pandákat.
Igen, erre mindig ezt szoktuk mondani, hogy ez nem olyan, hogy bemegy az ember a Panda boltba, és akkor hát ha nem is egyből megveszi, de köt rá valami szerződést. Tehát ez nem így működik. Azért szokták ezt mondani, hogy leasing, mert az összes olyan állatkert, ami Kínán kívül pandát tart valahol, annál azért van valóban egy olyan megállapodás, hogy azok az állatkertek viszont valami pénzzel beszállnak abba a természetvédelmi programba, ami meg a szabadban élő pandákat védi Kínába, úgyhogy ez így van. Talán egyébként a koalánál is van hasonló. Ilyen értelemben, tehát igen, kicsit leasingnek vagy bérleti díjnak tűnik, de hát nem ez a fő dolog. Hát minden esetre a kínai kormány engedélye kell az ilyesmihez, és aztán majd, ha egyszer ez majd akkor ki lehet próbálni, hogy tényleg ilyen átverőseket. A törekvés ez megvan, mert azt látjuk, hogy ilyen apró pici marketing trükkök azért mindig vannak, hogy a vörös macska medvét eladják kis pandának. Igen. Hát ugye annak az a másik neve, és amikor 90 decemberében először jöttek ilyen kis pandák, akkor másnap már mindenki lát, mert ugye a híradásokban csak az ment, hogy na van panda az átkerül, másnap már mindenki akarta látni a fekete-fehér óriás pandát, voltak, akik koalát kerestek, tehát hogy ez így átment akkoriban elég furcsa irányban. Van olyan, aki tetett valamit az állatvilágban? Aki szimulál, vagy tudjátok az állatkertben, hogy na, ő biztos egy nagy szimulálos. Jegesmerde, vagy a tea, vagy a teve, vagy a nem tudom, a zebra nagy szimuláló? Hát inkább azt mondanám, hogy vannak olyan állatok, akik úgy átverik néha az embert, és akkor az ember utána él a gyanút erre, hogy ez nem csak véletlen volt, hanem úgy tényleg direkt, és akkor az állat így jól szórakozik magába. Ilyen nagyon egyszerű történet a hollókkal, mert volt egy időben néhány olyan hollónk, akivel az állatbemutatóban dolgoztunk, ők egy röbdébe laktak az istálló mögött, és amikor az ember reggel takarított az istállóba, akkor azt lehetett hallani, hogy valaki beszél hátul az istálló mögött, és hát ott olyankor még nem kellett volna senkinek lenni, és az ember ment hátra, hogy ki az ördög van itt, és aztán kiderült, hogy gyakorlatilag a hollók utánozták az ember hangját, és teljesen ilyen emberinek tűnő motyogást hallottak, és akkor jól rögtek magukba, hogy mindenki, aki nem tudta ezt a szögüket hátra, mert ki az ördög van itt, úgyhogy hát ilyenekkel például jól szórakoztak. De a legkedvencebb szórakozásuk az inkább az, hogy próbálják lehetetlen helyzetbe hozni az embert. Tehát mondjuk a gondozó ki akar takarítani a tigriseknél, akkor a kifutó egyik feléből át kell csukni a másikba, és hát ez olyan egyszerűnek tűnik, mert majd akkor a másik oldalra eted, oda szépen átmennek, és amíg falatoznak, be lehet mögöttük csukni az ajtót, és akkor majd lehet takarítani a kifutónak a túlsó felében. Na, hát ez nem olyan egyszerű, mert ugye átmegy az egyik tigris, gondosan eszeget egy kicsit, és aztán így váltják egymást, tehát hogy ne legyen véletlenül is olyan pillanat, amikor mind a kettő odáll, és akkor gond nélkül át lehet zárni őket, és van, hogy 2-3 napig elbalettozik ezzel az ember, míg sikerül. Tehát néha direkt szórakoznak a gondozókkal ezek az állatok. Igen, hát a kőpapírolóval kisorsolni, hogy kimenjen be hozzájuk, azért az macera. Az macerás egy picit. Igen, de akkor nagyon gyakorlatilag minden takarításhoz venni kéne fel új tigris gondozót. Igen. Annak ott azért hamar vége lenne. Igen, kőpapírról. Ja, ezen a kezdemben már nincsenek újak, bocs. Már edettem az ékszertek most. Igen. Zoli, köszi, hogy elmondtad ezeket nekünk. Vigyázz magadra, jó munkát nektek, köszi. Köszönöm. Ciao, Hanna Zolina, köszönjük szépen. Hello. Gyerekek, nem lesz pandánk. Nem. Nem lesz pandánk. De mennyi belizingelni? Hát ez nem lehet. Nem tudom, hogy érted, tehát Bécs megállítólag így, hogy hívják, futószalagon. Jönnek a ott már egy panda szaporulat. Már nagyon kemény. Mi van, honnan kérik? Hogy ott keményen, öcsém. Ők nem tudják továbbadni? Hát, szerintem ott lehet egyébként a medve lásva, hogy amit a hanga is mondott, hogy be kell szárni ebbe a környezetvédelmi projektbe, vagy pandavédelmi projektbe, és az azért valószínűleg egy masszívabb költség lehet. De milyen szemetek ezek a kínaiak, hogy nekik van, és ezek csak úgy adunk, nem? Tehát miért nem ismertetik meg a világgal a pandákat, és adnak mindenkinek tök ingyen, nem? Ez egy rohadékság, hogy nekik sok van, és ők úgy adnak, hogy akkor fizessél egy csomó pénzt. Hát persze, nyilván baromi drága egy ilyen, de hát egyet adhatának azért. Hát már Bécsbe is ide elmész, tényleg. Hát ott beszéltünk erről nagyon sokat. Pont a családoknak szabadon élnek a Mária Jövés Rasszi, már ott sétálgatnak, érted? Hát ott már vásárolnak, múltkor megyek be, jött ki a Houndenből egy pont a család, érted? Hát milyen világ van? Milyen világ van ott Bécsben? Nekünk meg egy sincs még mindig. Nincs. Sokat lobbiztunk régebben, de hát nem sikerült. Nem jött össze, de egyébként meg nem túl izgalmas maga az állat, tehát hogy ott ül, eszik. Meg eszik. Lehet, hogy akkor ezért nem adnak mindenkinek, eszik. Mert dögunalom lenne. Tudod, hogy dögunalom, de ha mindenhol lenne, akkor rá is jönnének az emberek. Így meg vágyakozol. Hát a kínaiak csinálják, hogy csau-csaukat festenek be. Hát erről is beszéltünk. Uh-huh. Miért nem csinálunk egyet? Nyitunk egy állatkertet valahol, nem tudom.
az igazi magyar panda. És ott három ilyen nyomorúságos mosómedve, tudod, brutálisan befestett. Ha valakinek a hangjának már biztos, hogy ez szébe jutott ez a megoldás is. Vagy alvállalkozóként bedolgozik valahova. Lehet, hogy most rakta vissza egyébként, ahogy hívják ott a porszűrő maszkot, és megy hátra. Megy fújni. Festeni egy csaucsot. Na jó, van, 9:50, azt hiszem, van egy friss közlekedési hírünk. Azt mondja, hogy az M5-ös kivezetőn csúnya baleset van, Toyota Yaris darabokban. Janó küldte ebben a pillanatban, úgyhogy vigyázzon mindenki. Jó, 9:55, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó, egy gyerekek, kicsit elkavarodtam, de már is rakom. Hop, hop. Na. Izultatni? Nagyon. Látom. Igen, látom. Igen. Hogy megmaradsz az utókornak. Azt hát gondolom, csak úgy fáj az izgalom, hogy mennyire izgultak, értem. Nem is kell egyébként, nincsen semmi baj. Csak félrenyeltem. És te is kérdezzék. Csak félrenyeltem. Na itt vagyunk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Azt mondja, hogy hát egy érdekes hírről beszélgettünk korra reggel, miszerint ugye a BKK hát nem kiadta ezt a közleményt, hanem kicsúszott. Mint utólag kiderült, kicsúszott egy közlemény. És érdekes dolgok derültek ki, hogy hogyan kell nekünk babakocsival közlekedni a metróban. Legalább 2 felnőtt kell. Mi van, ha össze van csukva a babakocsi, mi van, ha ki van nyitva. A kettős mérce idézett hétfőn este a BKK üzletszabályzatának módosítási tervezetéből. És aztán ezt már közé is tették egyébként a BKK oldalán. Ez egy üzletszabályzat, ami első pillantásra látható, ahogy írja a cikk, hogy egy korrektúrázott tervezetről van szó. Mégis elég megdöbbentőek egyes változások, amelyeket eszközöltek rajta. Mi pedig idéztünk a változásokból, sőt, mi több, teljesen váratlanul rácsörögtünk Szűcs Pannira, a BKK sajtósára, aki egészen meglepő módon egyébként, én nem cuki csajról van szó, tényleg készséges mindig, de most felvette. Ritkában tudtuk elérni az utóbbi időben, de felvette és nyilatkozott, bár nem számított. Nem számított ránk, megkérdeztük, hogy lehet, hogy egy ilyen hát elég nagy blödség azért így kiszalad, és milyen változtatások ezek. Aztán elmondta, hogy hát ugye ez véletlenül ment ki, és azért ez még közel sem végleges. És hogy lehet véleményezni egyébként a BKK-nak a honlapján augusztus 18-áig. Így van. Úgyhogy erről beszélgettünk a hallgatókkal is, egymással is, Pannival is, valamint megvitattuk azon Hawaii tengerészgyalogos esetét, aki hazament, és felvette az érkezés pillanatait, csak hát nem teljesen az volt nyilván, amire számított, mert hogy elkapta asszonykáját, vagy pontosabban rajta kapta asszonykáját, amint ő ül mesztelenül a fürdőkádban, és éppen csókolozik a szeretőjével, miközben az amerikai katona éppen akkor érkezett meg, ugye, a szolgálatból, és videóra vette, hogy jaj, de örül majd neki a család. Volt meglepi. Volt meglepi, nem ez történt, igen, arra kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk olyan eseteket, amikor is ők is hasonlóan jártak, úgy mentek haza, hogy az asszony éppen tisztogatta valakinek a fegyverét. Így van. Jó hüvely edzi a kardot, ahogy írták a hallgatók, ugye? Hogy mi történik akkor, mit csinál az ember, mit tudsz egyáltalán csinálni, hogy reagálsz, ha látod a férjedet, a feleségedet, hogy rányít, és ott a hálószobában valaki mással van. Hát kaptunk érdekes SMS-eket, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:50. Itt vagyunk. Feri, volt egy mondatod a Best Of-ba. Nagyon, tök jó. Már eddig eljutottam ennyi év alatt. Egészen haladó a teljesítmény. Vágási hiba. Nagyon kérdés. Már csak hátra majd el. Figyeltem 8 percet. Most volt egy mondatod benne. Most fizettem érte az Annának. Már is tartok. Ezt hallgattam, megállapítottam, hogy volt egy mondatot. Csabi, jó reggelt, hello! Nem hagyjátok szóhoz jutni ezt a szegény gyereket. Az mi, az igaz. Várom, hogy hozzászólni, de mindig csak ti beszéltek. Csak úgy mondjuk, és úgy igen. Öntjük a szót, és Feri csak így jelentkezik, kapálózik, és nem tud megszólalni. Mi újság, Csabi? Hát én nem tudom, mit tettem. Hát jó, azért el vagyok, Csabi is évek óta vár a nagy lehetőségre. Hogy megszólaljam? Az első náló gondolatra a kívánság műsor. Semmi, kimentünk, ittunk egy kávét a Janival, és kicsit. És csodálkoztok, ha a Feri nem szólal meg, érted? Most meghagyom neked. Nem jóság, Csabikám, kezdjük újra, minden oké? Hallgattam ezt az anyagot.
tengerész gyalogost. Az kemény. Az is kemény, de aztán az SMS-ek és a történetek azok a kemények. Hogy mennyi ilyen van? Hány SMS jött? Sok, és inkább pasik írtak, az a durva. Azt hittem, hogy nők fognak írni, hogy a pasik ebben szemetebbek, hogy, hogy azért így, amikor lehet, akkor megcsalják asszonykájukat, de 80%-ban férfiak írtak inkább. Hogy a nő lépett félre, tette meg, kapták rajta, mentek haza, és hát ott volt a harmadikkal a szobában. És hát szinte mindenki azt írja, hogy, hogy átlagos a férfiak azt mondják, hogy ilyenkor a feleségükre mérgesek, nem arra, akivel megcsalták. Igen. Őt, hanem a feleségre. És ez szerintem ez igazából... Hát nincs ember, aki nem játszott el ezzel a gondolattal, hogy te vajon mit tennél, nem? Ezekkel a gondolatokkal én nagyon szoktam játszani. Nem, hogy mondjuk most, délben véget ér, és van egy áramszünet, és azt mondják, Csabi, nem áll a pult háromig, nem tudsz kíványság műsor, megy az emergency, menj haza. Ugye hát a mi biztosított, leginkább biztosított időnk nekünk a 6-tól 10-ig. Mit tudom, hogy megy valami CD, úgy érte, menj haza, és délután fél egykor egyszer csak kopogtat. Soha? Ezt nem jutott eszembe? Pont volt egy 4-10 körül egy SMS, hogy ha ilyen történne, akkor én biztos, hogy boldogan az lenne az első, hogy felhívnám, hogy képzeld, kaptunk 3 szabad órát, és megyek haza. Tehát biztos, hogy nem azt mondom, na most akkor besunnyogok. Igen, az ember nem így gondolkodik, hogy igen, akkor most előbb mentem el, igen, konzervről szólok, hazamegyek, megnézem, mi van otthon. Biztos, hogy nem ez. Igen, meg hát, hogy érted, bízol a feleséged, bízol a párod, a szereted, nem fogsz haza telefonálni csak azért, hogy nehogy véletlenül akkor toppanjál be, amikor éppen megcsal valakivel. Kicsim, hozzak egy sajtos tejfölös, egy fokhagymas, az asszony. Bármit csináltok, hagyjátok abba, mert jövök. Iszonyatosan töcsköl a mutatot. Viszed a sajtos tejfölöst a borárosról, mert annyira jó fér vagy. Hát szomorú élethelyzet, igen. Nehéz ügy. Na, fogyunk ki a... Hívjuk a naphallgatóját. Viszont ez számukra megnyugtat, hogy mindig a nőt hibáztatják. Hát, igen. Menj már föl, mert mennem kell a parlamentbe. Barnicsom. Az bizony. Hallottam. Hello. Sziasztok. Nem írtad alá, hogy hívnak. Jani, János vagyok. János, hol hallgat minket, János? Vizsláson. De helyes neve van. Vizslás. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy ki hogyan kapta rajta a férjét, feleségét. Te csak annyit írtál nekünk. Lenne egy jó sztorim, de nem kaptam meg még a börtöntelót. Ez jó. De szerettük, szellemes. Dupla fenek. Igen, dupla fenek, több szempontból is, igen. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen, örülök. Jó, régóta vadásztál erre a címre? Voltam is már egyszer, de igen. Hát akkor többszörös naphallgatója vagy. Jó? Küldjünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó, köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok. Hello, köszi. Csabikám, remek zenék. Azt gondolom, hogy a Kállai Szandesz Andrásnak az egyik legjobb döntése volt az, hogy... Ennyit. Köszönöm szépen, ennyi időm volt elmondani. Hogy, hogy nem berekszik többet. És hogy idéntől ő zenekari létezést mutat csak magából, tehát nem megy el ilyen falunapokra CD-ről. És egy nagyon jó zenekart rakott össze, nagyon jó dalokkal, ugye eddig kettőt ismerhettünk meg, vannak restanciáin nekem is, de most már tényleg azt érzem, hogy be kell szerezni az egész lemezt, ha ennyire jó. Az első két dal értelemszerűen még egy kicsit hasonlít egymásra, hát valószínűleg ilyenkor, ha valami egyszer bejön, akkor azt meg kell ismételni, vagy kell valami hasonlat, de tudja, hogy azért ennél sokkal változatosabbak, de most hozom ezt a második Kállai Sandersben slágert, a Young címűt. Igen, csak most sokkal kevesebbet fog keresni, mert korábban sokkal jobban el lehetett adni a fellépést. Mert mindig az volt itt a plakáton, hogy Kállai Sanders András és a kompakt diszk. Igen. Így most osztozkodni kell, viszont az amit csinál, az tényleg jó. Igen, és most ez benne a lényeg, és ezért szeretem, hogy nem ez a fontos. Biztos, hogy sokkal többet kereshetne persze, de ez nem most ebben egyre többen mondják, nem mintha egyébként szerintem a falunappal baj lenne, de hogy Tóth Gabitól is olvastam, hogy már nem megy egyedül, zenekarral megy. Tehát régen a 90-es években volt ez élőzene kontra, tudod, a Shy Guys, VIP, Bestiák, Baby Sisters kontra, Queen Bee, Heaven Street, Seven Kispál, és akkor volt ez a élőzene, vagy a nagy diszkó korszak. Akkor kicsit az élőzene haldoklott. Most megint van, egyedül nem megyek, zenekarral megyek, nem? Minden előadó kezdi ezt mondogatni.
a habitustól függ, tehát ha ránézel a Kálai Szandál Szandrásra, és valamennyire megismered, akkor tudod, hogy nem egy ilyen egyedülálló csávó, aki kiáll egyedül, és akkor ott nem tudom, akkora bulit csinál, hogy leszakad a plafon. Uh-huh. Tehát mellé kell, vagy legalább... Az például a Tibinek tök jól. Igen. A Tibi nagyon jó, betölti az egész színpadon. Mindegy, igen. Igen. Sőt, ha víz zenekart, akkor szegény zenekart. De nem jó, egyedül is, nem, egyedül is baromi jó, egyedül szerintem. Jó. Tényleg most jó. A Kálai nem showman. Tehát mellé biztos, hogy kell valaki, és inkább zenekar, mint táncosok. Így van. Meg azért kell két állam, aki lefogja, hogyha iszik, tudod, hogy nagy baj. Szander, Szander, nem unyozd meg, nem unyozd meg, már annyi ügyed volt, ne csináld, ne ütesd le magad. Jó, legizmosabb. Felhájpolom ti meg, fogjátok, és félmondatban lerántjátok. Kálai Sanders nagyon jó, főleg mostanában egy picit gyuróposodik. Igen. Meghallgatjuk, Csabikám, meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma is lehet tőle. Játék is. Dalt kérni, klassz nyár folytatódik. Ma a Bonnie Tyler, vagy mi van ma? Folytatódik a Eurythmics nyelyeket lehet nyerni. Nem, mi van? Elfelejtettem. Dolly. Dolly. Igen, Black és a Wonderful. És a Modern Hungária. Na, szóval klassz nyár folytatódik, nyerjetek sok szép jó jegyet, sok szép jó koncertre. Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.